és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Hello. Sziasztok. Hát jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, és 11 fokot mértem, csiripelő madarak közepette. Tegnap brutálisan sütött a nap, és ma se kell nagyon fölöltözni. Azt olvasom, hogy egész hétvégén ilyen idő tavaszka, lesz. Tavaszka van, igen, nem mondanak. Hát gyakorlatilag hajnalra mondanak, majd valamikor vasárnap, meg hétfőre egy ilyen kis mínusz egyet, mínusz hármat, de ez semmi a napközbeni 15 fokokhoz képest. Igen, remélem nem kiabálom el, de nagyon, nagyon végeszerű a dolog. Szombat 14, vasárnap 13 derült, és egészen március 20-áig azt mutatja, hogy ez a 13-14 fok. Kafa, kafa. Utána nem, már nem jöhet. Van? Március 20-a után már nem jöhet, kérlek. Ott már nem jöhet. Ott már nem, ugye egy áprilisi hóes, és csak nem lesz. Nem. Nem, biztos, hogy nem. Na, ki fogad arra, hogy lesz? Én tartok rá egy tízes, hogy végig valahol lesz egy hószálingózás. Jó, egy ilyen... most állj, hószálingózás. Hát nem egy síelős hó, hanem aha, valahol még havazik az országban. Ja. Tessék? Az országban. Valahol még havazik, tessék. Két évvel ezelőtt, húsvét hétfő reggel esett a hó. Kettő évvel ezelőtt. Tessék. Ilyen kis. Tíz játékpénz, hogy még lesz hóesés. Tartja valaki? Nem. Én a délre teszek. Nem meritek? Nem mertek? Szerintem nem vagytok bátrak. Jó, de hol lesz? Nem hiszek. Bárhol az országban. Még havazni, én még nem, fog havazni. Én nem hiszek. Karancslapújtőn három árva hócsepp elrúlik. Az áprilisban hírértéke lesz, tehát tudni fogunk róla, mert áprilisban azt bemondják. Valahol lesz havazás még. Valahol esni fog a hó. Ez március közepe van. Nem fog. Sőt, március végéig ugye nem mondanak havat, tehát már csak áprilisban esett, az meg már azért ritka. Na? Jó, de a dér nem hó. A dér nem. Jó, nem jössz be majd ilyen izéjjel, hogy hívják, kocsiról lekapart, ilyen meghatározhatatlan állagú. Ez hó, ugye? Egy Kozsó cédőn behozom. Nézd, ezt kapartam le a kocsiról. Hallod? Nyertem. Nézd meg, ugye? Armányra a tízes. Na? Tartod? Nem lesz több hó. Igen, ha te nem akarsz, akkor dobjuk össze ketten. Na, ketten egy jellem. Jó. Vagy én ötöt nektek, vagy ti tíz nekem, ahogy úgy összeálltok el. Annak mi értelme van, várja, nem. Aranyos tíz, vagy. Te, aranyos mi? Vagy, hogy mi ketten dobjuk össze, azt akarom mondani. Nem az, hogy te felragsz ötöt, mi meg adunk neked ötöt. Nem azt mondom. Én azt mondom, hogy ha én nyerek, akkor öt-öt. Igen. Én is adok ötöt, Jani is ötöt. Nem kell. És ha én vesztek? Akkor te azt nekünk egy tízest és ketté. Hát na, ezt mondom, hogy ötöt-ötöt adok, ugyanezt mondtam én. Úgy, igen. De nem kell ennyire menni. Nem, dobhatsz kettő-öt is, érted? És akkor nekünk elég ennyi. De miért dobjuk kettő-ötöt? Hát a kisbe fogadunk, nem dobhatok jó ötöt. De nem akarok tízbe fogadni, mi ketten dobjunk össze ötöt. De ő van tízzel, mi is tízzel. Nem vagy egy nagy fogadás. De nem akarok. De nem kell azt tenni, te csak öttől vagy. De mi ketten öttel vagyunk, Jézusom, Jani. Ja. Te is öttel, én is öttel. Ennyire nem lehetsz jó matekból, nem érted? De nem, én ezt értem. Csak nem érted? Miért, mit csinálj már? Egyenlővel, érted? Én meg egyedül adom, tehát vázolom. Figyelj, nem bonyolul. Most nem, várjál, most ti nem értitek, hogy mi? Én nem akarok ennyit feldobni erre a baromságra. Mennyit? Ötöt akarok, ketten ezt akarom mondani. Ötöt, kette? Aj, ne, legyél már ilyen puha. Tökönnyén vagyok hülye, miközben ti nem értitek. Hagyjál már, egy gyenge vagy. Hogy bedarál? Megpróbáltatok bedarálni, de oké, de én nem akarok ennyit feldobni erre a baromságra. Valószínű nyerni fogsz, hát ne legyél már ilyen beszari. Most nem már öttel. Megnyeritek. Március végéig itt van már az előjelez, és brutális tavasz, azt mondja mindenki. A következő két évben utána vége a márciusnak. Áprilisban meg már... Aha. Nem, mert nekem van egy információ, hogy tegnap láttak téged egy kávéházban a Rejsz Andrissal. Azt hittem a... Valamit remélem, remélem ott van lett, igen, megjelent egy keresztnév is, mondom, ha vezeték név után megállsz, azt mondom, fura Kandi kamera lehetett. Na jó, legyen. Okay, na kösz, jó. Jó legyen. De a decemberi hó nem ér. Nem, ugye? Semmi. Jó, már milyen decemberi hó? Hát előttünk álló. Mert ne, azt mondtad, hogy ebben az évben, még van, már nem fog esni. Nem. Mindenki elfelejtett mined. Na. Azt mondom, hogy május 31-ig, jó? Tehát, hogyha júniusban havazik, akkor az már játékon 31-ig? Kívül van. Hát az még két és fél hónap. Jó, mondjuk szerintem, oké. Én el nem tudom képzelni egyébként, hogy május második felében még essen bárhol is, bármilyen szintű. Azért mondom, hogy akkor hónak csúfolt akármi, lehet az 17-e is, jó, hogy akkor a szülinapomon kapjam meg. Jó. Nagyon oké. Jó így? Jó. Na, megnézzük akkor. A kitelepülésünk végén lesz.
tényleg. A kitelepülésünk utolsó napja a péntek, mert ugye azt hiszem május 12-e. Bizony, a Morning Show turné, így van. Akkor indulunk, 17-e, az Jani szülinap, és akkor átadod az 5000 forintot. Úgy. Ja. Vagy hát... 16. Igen. Vagy 16, igen, így valahogy. Tök jó. Jó. Mm. Van egy ajándékcsomagért, beírom, hogy szakad a hó kókán, írja. Na, no, ettől féltem. Jó, az nem ér, hogy nem. Valaki ír. OMS-t nézünk, OMS-t. Havazás volt. Nem tudjátok, hogy 2 éve megvettem az OMS-t, de miért? Nem tudjuk, de. Igazából mi minden, mindegy olvasára. Beszponzoráltad őket, két dunsztas üveggel, meg hozzájuk tartoz a békákkal és létrák. Ajándékcsomagot, mindent küldök nekik, csak valahol egy kis, apró, pici magyarországi községbe hozzák le, hogy esett 10 centi hó. Én azzal már bőven meg vagyok. Mondjuk nem csodálom rajta, vagy nem csodálkozom rajta, hogy így rárepülnek a kedves hallgatók az ajándékcsomagokra. Hát ugye feltettük tegnap a Facebook oldalunkra és a képet, hogy néz neki az új ajándék, fú, az új óra, az új egér alátét, amire persze lehet azt mondani, hogy egy kicsit már eljárt az egér alátétek felett az idő, de ez valójában ez egy dedikáló kártyának is minősül, hiszen mind a hárman rajta vagyunk. Meglehetősen nagy felületű, tök jól néz ki minden, lesz új nyakba akasztunk, meg van új bögrénk is. Irgalmatlanul sokan lájkolták. Én egyébként ma reggel már így kezdtem a napot, hogy hoztam egy olyan filcet, amivel alá lehet szépen írni a kis órácskánkat is. Ferencnek már oda vannak készítve az asztalára, úgyhogy folyamatosan dedikálunk. Az csak a hármas ugrás, és azon belül is csak az egérreletétet dedikáljuk, mert az órára nem tudunk ráírni. Megoldottuk azt is. Megoldottuk így azt van. Is, az órára rá tudunk írni. Így van. Ez a legfrissebb információ. Ki az a hülye, aki azt mondja, nem tudunk ráírni az órára? Hát senki az persze, hogy ráírunk. Hova írunk az órára? Az órának az elejére olyan filcet hoztam hozzá, amivel egyébként CD-kre szoktak írni, olyan hegye van, permanent marker. De szép. Az órának az elejére, akkor az azt jelenti, hogy az órának az órára? Igen, azt. Aha, aztán nagyon jó. Várját, megpróbálom értelmezni. Igen, jó. Az óra órára írunk. Jó, egyébként nagyon klassz, többféleképpen feltehető ez az óra. Tehát fölrakható hűtőszekrényre, csak jól bele kell tenni az elemet, mert csak akkor jár pontosan, ha pap egészen pontosan benne van az elem. Fura, de ilyen földön túli óránk van egyébként. Föl lehet ragasztani mágneses helyekre, tehát olyan, ami vonza a mágnes. Föl lehet ragasztani kampóra, ugye, mert azt is tudja, és van egy lábállítója, tehát az asztalra is le lehet tenni, és állhat a számítógép nagyon mellett menő. Az asztalon. Tehát háromféleképpen lehet rögzíteni. Ez már most nagyon nagy sláger. És óránk csak a hármas ugrásban van. Tehát csak a hármas ugrásban van. Óra viszont az ovenben, meg a fekete-fehérben, a nappalgatójában bögre van. Hoppá. És az is milyen menő az új. Bizonyán, morningsos bögrék, gyönyörűek, szépek, csecsék. Nagyon igen, jól néznek ki. És hogy melyik az órának az óra, azt mutatja a mutató. Így van, ha lóg az óra, 6 óra van. Szóval azt is alá tudjuk írni, igen, jó? Igen, megvan. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Na jó, van, mi újság van egyébként? Minden oké? Kérlek szépen, 2 nappal ezelőtt életem párja, a gyermekem anyja jött hazafelé a Gömb utcában, ahol maga tehetetlenül, izgalmas sztori, mi? Szokott néha hazajönni, ahol maga tehetetlenül feküdt egy nő az út mellett, ugye a járdán, kezében egy pórázzal és egy kutyussal, hát a béka megállt az autóval, leparkírozott mellette, oda rohant a nőhöz, megnézte, hogy mi a helyzet, hívta a mentőket, na most senki meg nem állt. De se egy darab ember meg nem állt, majd tovább megyek, miután ott hallották, hogy többen kezdenek ott kiabálni meg innen, néhányan kikönyököltek az ablakon megtekinteni az eseményeket, hogy hát mégis mi lesz a dologgal. Mindegy mentők, illetve hát 112-t hívott, mert ugye nem ugrott be, hogy a 105 a mentők, és akkor 112, ahol... 104. Mi? Azt mondom, hogy 104. Azért. Azt mondom, hogy mondtam, nem ugrott be neki a mentők, várjál. Nem ugrott be neki a mentők a 107, ezért felhívta a 112. Tehát a 112-t hívta, ahol mondták, hogy mit akar, hova kapcsom. Kicsit hosszas volt a sztori, de egy átjutott. Most jön a legjobb része a történetnek, a béka ott próbálja megmenteni ezt a szegény asszonyt, aki ájultan fekszik a földön, semmire nem reagált, már újra lélegeztet, nyelvkitép, akármicsoda. De ezt mind a béka csinálta? Ő egy ilyen lány. Komolyan? Stabil oldalfekvés, tényleg? Ott nincs se. Beöntést megcsinál minden este, amit akarsz. Tehát na, minden tud. Hát, ugye? Majd mesélek. Nem is ez a lényeg a sztoriban, hanem amint a béka életet ment, és ott próbál még egy embert magához édesgetni, hogy segítsen már megfordítani a nőt, a következőre lesz figyelmes, hogy a mellette álló gépjárművünket már fotózzák. Mekkora? Már fotózza, kérlek szépen, a öltönyvézés fiatalember. A béka egy kicsit odaszól, jó napokat, ne haragudjon már, hogy lehet, hogy éppen életet mentek. Nincs rajta jegy. Tiszteletem. Nem látja, hogy mit csinálok.
Tehát ne, nem vesz észre. Ez elképesztő. 2 méterre az autótól itt fekszem egy nő mellett, és próbálok bele életet lehelni, hogy szerencsétlen ne halljon meg. És akkor ott, hát aztán végül... Mondtam, ez döbbenet. De hogy, hogy értitek a sztorit, hogy mi háborgok, mert nem büntette meg végül, meg mondta, hogy jó, jaj, hát nem persze nem büntetem meg. Hogy vettem volna jegyet? De hogy tényleg... Na, de ne? Csak körül kéne már nézni. Hát meg ott a kocsi mellett, 2 méterre csinálta. Mi történik a kocsi mellett, igen. Hol lehet a gazdi? Hogy ott se az volt az első gondolat, hogy megkérdezem hogy egy nőnek, aki egy másik nő mellett érdel, hogy ne haragudjon, segíthetek valamit, hanem az az első, hogy Elnézést, egy kicsit arrébb tudnál húzni a hölgyet, hogy le tudjam fotózni ezt az autót, nem? Elnézést, szeretnék átlépni önökön, hogy előről is le tudjam fotózni, hogy menjenek egy picit arrébb. Kicsit belóg az a pár cipő. Figyelj, hát elhivatott munkáról mondhatni. Tehát ő, ezeket nem lehet kizökkenteni, ezek ilyen droidok, ezek a közterületesek, vagy nem tudom, kik fotóznak. Aztán a szórakozás. Nézd már, kicsi a rakás, hát előbb lefotózom ezt az autót, azt én is rájuk ugrom majd, hát ó, de nagyon mulatnak ezek itt. Szóval, hát igen, sokakodtam az eszükért, szeretjük igen. Azért, igen. Szóval és több tanúsága is van a dolognak, az egyik, hogy tényleg nem állt meg senki, és ott szegény kutyája, Macinak hívják, már megtudtuk, Maci, ott ült így a néni mellett, aki még ájultában is így fogta a pórázát, tehát ott van egy kutyát sétáltató nő, aki láthatóan nem volt... És nem állt meg senki. Senki, se, egy nőnek se, érted? Mert mondjuk ez hülyeség, ezt nem is tudom miért mondtam, hogy miért férfinak nem kell megállni, nőnek meg kell állni. Hát általában igen, ahhoz, hogy hozzászokva, hogy igen, inkább a férfi fekszik, részeg, hajléktalan, akkor azt így gyorsan elhessegeti az ember, hogy miért segít, csak úgyis hajléktalan. De persze, nyilván nem mindig az valaki rosszul igen. Lehetett, hogy agyvérzés kapott, de egy nőnél, ráadásul így normálisan fölöltözve, hát... És átlépsz rajta, vagy elmentek mellette. Volt, aki átment a másik oldalba, mentek el, senki nem állt, meg nem is tudja a békas, hogy mióta feküdt ott. Ő megállt, aztán elkezdte, ja, hát és a szép a sztoriban, hogy a kutya viszont meglépett, mert kijöttek a mentős bácsik, akkor ugye ők próbálták ott még újraéleszteni, de aztán ellátni, betették a mentőbe, és akkor a béka szegény fogta a pórázt, hogy akkor a kutyával majd csinálunk addig valamit, megadta a számát a mentősöknek, hogyha a nő magához tér, akkor hívja föl, és ugye nem vette észre, hogy a lazán van a nyakörv a kutyán. És kihúzta a fejét. És az meg szegény, hogy elindult a mentő, tudod, ráadták a gyújtást a villogóra, kutya ki. Úgyhogy egész délután kutyát kergetett, szegény. Utána még a gyerekekkel is vadásztuk az ebben, nem de lett meg. Hát egyelőre nincs meg. Aha. De aztán fölhívta az állatkórház ügyeletét, és ott kiderült, hogy igen, ismerik a kutyát, csippeltetve van, de nincs meg, úgyhogy azért tudjuk, hogy Macinak aha. Hívják. Legalább ennyi. Egy hát, ha meg lesz. Fekete 13. kerületi, ha láttok egy Macit. És a nénivel mi van? Nem tudjuk. Jelentkezett azóta se. Hát ebben ez a döbbenet egyébként, ja. Igen, szóval, hogy ilyen fajta elidegenedés van így az emberek között, hogy úgy lépsz már át valakin, hogy eszedbe se jut, hogy nem biztos, hogy alkoholista, vagy nem biztos, hogy hajléktalan, de hát ha az is. De nyilván ez egy ilyen tompítás önmagunk felé, szóval kimentem magamat, hogy miért ne segítsek, tudod, ráfogom, hogy ez az ő baja, az ő hibája, nekem ehhez nincs közöm, az ember így könnyít a saját lelkiismeretén, közben pedig hát nyilván nem így kéne, hogy ez menjen. Mert ha alkoholista vagy ha hajléktalan, akkor meghalhat. Tehát azzal fölmenthetjük magunkat? Nem. Én nagyon... Nem, de valamikor nem tudod megállapítani egyébként, hogy most mi van valójában, érted? De miért akkor ne hívjunk, tehát, hogy akkor ne hívjunk mentőt? Tehát, hogy azért vannak nyilvánvaló szituációk is. Tehát, hogy persze oda kell menni, meg kell nézni, de azért van nyilvánvaló szituáció is, amikor azért látod, hogy itt elég erőteljesen be van trinkel az illető, hogy gyakorlatilag ez az életének a része, ez az állapot, amiben éppen akkor van. Igen, szóval nagyon nehéz. Én is jártam így egyébként, sem akartam elmesélni, de elmesélem. 3 héttel ezelőtt előttem karambolozott egy nő, meg egy pali, de úgy, hogy ketten sávot váltottak, és középen találkoztak. Aha. Tehát ez bal oldalból jött, tehát a jobb és jobb. És látom, hogy a nő nagyon megért, és látom, hogy egy ilyen nagy darab kopasz ember ül a kocsiban, aki nagyon-nagyon anyázza a nőt. De ilyen rettenetesen már szólongott át neki, hogy takarodjál le a szélére, meg majd. Hát mondom, egyedül ültem a kocsiban. Hát mondom, ezt nem hagyjuk. Tehát nehogy már. Előre megyek, megállok a két autó előtt, kinyitom az ajtót, és nézem, hogy mi történik, hogy egyrészt segít-e valaki a nőnek, kiszáll-e az, aki ott látta a balesetet, mert nagyon sok autót, mindenki nagy ívbe kerül, megy el. A pali letekeri az ablakot, fejhangon ordít a nővel, hogy anyád, hogy mit csinálsz, hogy szájba ver le, így a nő. Ül egy 40 kilós nő a kormánynál, és szorítja a kormányt, és nem mer semmit csinálni.
beálltam elé, hát mondom, csak nem fogom végignézni, hogy megvennek egyet. Egy ilyen jó nagy darab kopaszpali volt. Hát mondom, maximum kapok egyet, engem nem érdekel. De én a női bántásra nagyon érzékenyen tudok reagálni. Vészvillogó Hungária körút, rohadt nagy dugó, Dómusz, tudod? Tehát egy írdatlan dugó, jövünk le a fel. Na jó, mondom, megfogom a vészvillogót, kiszállok, megnyom vész, hát nem fogom végignézni. Oda megyek, mondom, barátom, van valami baj? Te ne ugassál ebbe bele. Hát mondom, hogy ne ugassak bele, mondom, mögöttetek voltam. Egyébként megláttam, hogy nem ő a hibás, mondom, egyszerre mind a ketten hibásak vagytok. Ülj vissza a kocsiba és kussolj el. Mondja nekem. Miért így? Érted? Így. Végem. És már száll ki a kocsiból, és megy át a nőhöz. Na mondom, figyelj, de akkor mondom, egy percet van egyébként, hogy normális stílusra váltsál, mert mondom, ezt nem fogom hagyni. Kettő, mondom, a hölgy egyébként velem van, mondtam, úgyhogy azt sem tudtam, hogy hívják. A hölgy egyébként velem van, és mondom, egy percen belül megoldom a dolgot, mondom, hogy nagyon-nagyon rosszul fogsz járni, ha itt tovább keminket. És akkor ott közelebb jött, és akkor, ja, veled van? Mondom, egyébként meg együtt vagyunk, igen, velem van, az ismerősöm, mentünk valahova. Jó, hát akkor egyből normálisra váltott, egyből akkor oda ment, gyorsan, és mondom, most akkor egy percet vagy elnézést kérje. De egy jó nagy darab, mondom, most vagy nagyon megvernek, vagy ez vagy az. Vagy bejön a blöff, vagy nem. Bejön a blöff, vagy nem. Mondom, egy percet vagy, bocsánatot kérje. Egyébként meg láttam, hogy egyáltalán nem hívás, és mondom, szeretnélek még egyszer meg, hogy normálisan beszélje. És akkor oda mentem a lányhoz, kérdeztem, hogy kell-e még neki segítség. Mi a keresztet? Hogy szólítatlak? De rendes vagy, de rendes vagy. Nem azért mondom, csak nem akartam ezt így mondom. Mondom, tudok, és akkor láttam, hogy a pali már normálisra váltott, mondom, jó, akkor még itt vártam egy 5 percet, hogy itt kitöltsék a betétlapot, elmentem, és akkor utána a nő is beszállt, és elment, megbeszélték meg, és ugye nem volt nagy sérülés, próbálkoztak, ott töltögették, aztán hagyták a fenébe. De hogy ez, és senki nem szállt ki, igen. És senki nem nézte, és mindenki látta, mert hall a pali már kiszállva ordított a nővel, és mindenki tovább ment, és láthatta, egy 40 kilós nő ül bent, érted? És nem szállsz ki, mert és nem mész oda. Rettegsz vagy, nem érdekel, nem akarsz beleavatkozni. És azt a nőt ott megpofozzák, vagy az a nő ott meghal, az se érdekel senkit, érted? Meg, hogy egyébként meg tényleg, ha még a nő volt a hibás, akkor is. De ha nem ő volt. De nem beszélhet de hogy ez a stílus, nővel. Tehát hogy miért kell rögtön bedózerolni a másikat. Én erre nagyon betok tehát, ez miért? Nagyon betok rágni erre. Fú, ezt én nagyon nem bírom. Igen, hát sajnos ilyen. Akkor, és akkor most béka nyomoz, hogy... Na most egyelőre várjuk, hogy a kórházba szóljanak, majd gondolom, mert most már ő is telefonálni fog. Aha. A kutyusról így egy picit sajnos lemondtunk, már összejártunk hát az a területet. Reméljük, hogy jó helyen van. Jó, de a közterületes mondta a végén, hogy ez volt az utolsó esélyetek. Tehát, hogy ezt most érted legközelebb, azért nem lesz pardon. Nem, most tulajdonképpen az van, hogy nem volt semmi, hanem egy ismerőst kértünk meg, hogy feküdjön le a kocsi mellő, hogy ne kell egy parkolójegyet venni arra. Hogy valami legyen már. Míg ott valamit elintéz a béka. Jaj, na jó van. Hogy állunk játékkal? 3-1-re hoztuk a hetet, mondhatni. Ugye? Na hát jó van. Akkor még egy jutalomjátékunk van. 3-2 vagy 4-1. Igazából megvagyunk. Mennyi. De még ajándékcsomagot lehet nyerni, tehát annak, aki játszik, ez fontos lehet természetesen, meg hát mi is szeretnénk 4-1-et csinálni. Úgyhogy lehet jelentkezni a játékra SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47, múlt pontosan 8 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt. Kívánunk. 83-as főúton Győr-Szemerén van egy trafi, ezt Kukori küldte nekünk. Köszönjük szépen. És rengeteg jelentkezés a játékra. Gyerekek, felnőttek, van, aki 1 éve, van, aki 2 éve vár. Tényleg mindenki legyen türelmes, hát próbálunk mindenkit játékba rakni, de hát ugye egy héten maximum 5-en játszhatnak, és kb. 100 jelentkező van. Úgyhogy kitartás. Látjuk az SMS-eket, jól esik, hogy ennyien szeretnétek játszani. Legyőzni bennünket, de nem tudunk egyszer mindenkit így adásba tenni. Azt fogjuk csinálni, ha vége egyszer a műsornak, hogy az utolsó napot megbeszéltük, hogy ott kegyetlenkedés van, ugye? Ja, hát ott bocsás. És akkor az utolsó előtti napon az, hogy 6-tól 10-ig fekete-fehér, igen, hogy mindenki kap, és mindet elbukjuk. Vagy csak 3-as ugrás. Vagy az, igen. Vagy óven, vagy bármi, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok, Andi vagyok. Hello Andi, honnan hívsz minket? Gyalókáról. Az Győr, Moson-Sopron megye, ugye? Így van. Hát, Gyalóka. Jól mondod. Gyalóka. Nem Gyalóka, hanem Gyalóka. Mondom, micsoda izgalmas település nevek vagy. Sokat járunk arra, mi nagyon szeretjük a Nyugat-Magyarországot.
Igen, Bükkhöz közel van, a Locsmándi fürdőhöz nagyon közel van. Igen, Sopron, Kőszeg, Bükk. Így van, hát képbe vagy nagyon. Jó rész, szeretem, sokkal jobban szeretjük valahogy azt a részt, igen, sokat megyünk arra. Kivel szeretné játszani, Andi? Hát veled, Balázs. Igen? Úgy érezted, ma reggel fölkeltél, és azt mondtad, hogy ide nekem a Balást? Minden reggel fölkelek, és minden reggel SMS küldök, és most sikerült. Mióta tart ez? És gondoltam akkor, hát 2 hete körülbelül, de minden reggel. Minden és reggel. Akkor ma küldtem Annának, hogy hát nőnap lesz, és akkor jó lenne, ha játszhatnék. És sikerült. De tényleg holnap van nőnap, ugye? Igen. Ja, holnap. Tényleg. Március 8. Holnap. Március 8. Bizonyám. Oké, Andi, vágjunk belem, jó? Jani megragadta a stoppert. Jó. Mehetünk? Mehetünk. 3, 2, 1. Fire. Itt vagy, Balázs? Itt vagyok. Te is itt vagy? Én is itt vagyok. Mit csinálsz? Persze. Mit csináltál ma reggel? Aludtál? Kávéztál? Nem, 5-kor fölkeltem a fiamhoz. Hát, köszönjük szépen. Nem. Indítottam munkába. Andi, volt egy nem. Kimondtál egy nemet. Miért? Azt mondtad, hogy azt nem tudom. Azt nem Bakker. Tudom miért. Nem, felkeltem, 5-kor keltem, felkeltem a fiamhoz, kb. Igen, azt mondtad, azt a... Jó. Itt vagy, Balázs, itt vagyok, itt vagy, Andi, itt vagyok. Igen, mondom, mit csináltál, kávéztál, mit csináltál reggel, és mondtad, hogy nem, fölkeltem a fiamhoz. Pedig ez egy nagy csata lett vettem. Volna. Hát ez nagy. De sajnálom. Ne haragudj, bocsánat. Nekem kellett téged így... Megképzeltem az ajándékcsomagot nőnapra, de hát így jártam. Igen, már úgy kicsit úgy beleültél már. Aha, nagyon. Aha, és akkor ott úgy láttad. Több készültem rá. Hát nem baj, de legalább játszottunk. Nem volt egy hosszú játék. Jön, mert ma úgy kedvem lett volna egy nagyot csatázni, igen. Nekem is. Andi, ne haragudj. Teli voltam mondatokkal. Köszi. Én is, köszi. De azért boldog nőnapot. Köszi szépen! Ciao, hello. Hát ez 4-1 lett. Helyre állt a rend! Jó volt ez. Jó volt ez. Hát 4-1 elé minden héten kibékülnék. 4-1, ezt megérdemeljük, nem? Szegény hallgató. Jó, hát most az utóbbi heteket azért nagyon szépen hozták. Persze. Nagyon szépen hozzák a heteket, tehát most már kicsit ilyen megkapott önbizalommal állunk neki a játéknak, de ez most helyre billentett minket. 3 perc múlva pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlva 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Szigetszer Miklós gyártelep Hév átjárónál kiesett egy autó kereke, alakul a dugó. Ezt Gábor küldte nekünk. Hunyadi 73-nál 19. kerületben mérnek a rendőrök, tompó. És ma is Trafikópháza és Nagyszent között a 84-esen, ezt Krisz küldte nekünk. Így van, Suzuki-s csajok is elküldték ugyanezt nekünk, hogy a 84-es úton mérnek. Mikor lesz retro nap, amit megígértetek, kérdezi egy hallgató. Ezt be kéne lőni tényleg, hogy ez nem múljon el. Ja, hát felelőtlenül elmegyünk a retro nap elől, erre-arra. Erre-arra elkoborlunk. Erre kicsikét, aztán tévéműsorokat bizony. Forgatunk. Aztán meg magunkkal mit tudom én mi? Azokat a fontos bakeliteket, azt mi nem tudjuk megcsinálni. Na, mikor csináljuk? Beszéljük akkor most meg tényleg, és akkor lőjük be, hogy mikor legyen a retro nap, és akkor... Én egy hétfőt indítanék szívesen ilyen. Hétfőt? Mert pont a hétfőt? Mert egyébként a hétfőn be kell jönni dolgozni, és meghalasz. Én meg jót. Tudod, mit mondok? Tudod, mit? Szerdát. És megmondom miért. Mert a szerda mi? Az a legneccesebb nap. Hétközepére bedurrantani. Jó. Szerda. Jó, nem győztél szerda. Meg, de hagyom magam, mert veszélyes vagy. Meg hétvégén ki szereti összegerebjézni ezeket a számokat? Senki. Hétfőn kedden meg úgyis dolgozni kell. Olyan tracklistám van, gyerekek. Itt van a kocsiban 10 CD. 10 CD darabonként 12 számmal, magyar és külföldi 80-as, 90-es évek. Hadd kérdezek rá, hogy ez neked egyébként megvolt? Nem, ezt most kaptam. Valaki hallgatta a műsort, és adott nekünk egy ilyet. Úgy, meg Balázs, amikor új autót vesz, akkor hátul a csomagtartott tárcát csak egyszerűen átrakja a következő autóba, és abban benne van ugye az elmúlt 15 év. Igen, ez a kis poszt kis időszakból pakolom át a CD-ket. Szóval jövő hét szerda, még kell egy-kettőt gyűjteni, de úgyis, hát ez szerintem nekünk is van, meg szólunk akkor ott a zeneosztálynak, hogy ők is szerezzenek meg egy-kettőt. Vannak gyöngyszemek. Kérdés, hogy mennyire mélyre, vagy mennyire távolra akarunk visszanyúlni, de szerintem ez, amit nyomtunk. Tehát ez a 80-as évek végé, 90-es évek eleje, nagy klasszikusok, a pop retro, nem? Tehát, hogy ne menjünk el nagyon másba, mert van más is, de ez a klasszik pop retro, akkor ez akkor legyen, csak nem? Pop.
Hát jó, most egy-egy. Na, egy oszliánt hagy hozzak már be. Ne! Fú, dehogy is. Hát miért a... 6,5 hét közé? A rokonomat visszatér. Csak a testemen keresztül retro lesz oszlián. Ott élt szív! Az a picit korábban mondta. De nem. 80-nál korábban nem, volt. Nem. Az, sőt, az 91-92. Azért igen. Mondom. Jó, tehát jövő szerda akkor a beígért, várva várt retro nap. Jó, drága Morning Show hallgatók. Felkészülünk, lehet, hogy egy kicsit több zene lesz aznap. Mert ugye egyébként óránként kettőket zenélünk, ami nem sok. Már a 6-os nyitózene, és akkor egy retro zene lesz, és akkor hát 8:30, 9:00 előtt, 27-kor elköszönünk, és nyomunk még egy zenét, tehát egy kicsit több lesz. Jó? Király. Jövét szerda, akkor ezt nem elfelejteni. Szavaztuk meg. Na, milyen újság van ott előtted kinyitva? Ja, hát srácok, olyan érdekes jelenségre lettem figyelmes, hogy eddig is tudtam egyébként, hogy itt ott retusálgatnak fotókat, elsősorban hölgyek testéről, de most tüntetnek el dolgokat, vagy éppen raknak föl rá, és most megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy ez már a férfiaknál is divatos. Valamelyik nap az egyik ilyen képes magazinban láttam egy képet Szandiról és Csabáról, Bogdán Csabáról, ugye, ahogy romantikáznak egy hotelben, nyilván ezzel is lefoglalva egy picit a hotelszámlát, és hát, hogy egy picit így kedve néztem őket. Ja, Isten, hogy turbékolnak, de aranyosak, de helyesek. Hát Szandi mellette turbékol az ember, ugye? Hát egyébként igen, és hogy nézegettem ugye először alaposabban Szandit, mert hogy ő jobban érdekel, aztán láttam, hogy Csaba is félmeztene, nem mondom, akkor vetek arra is egy pillantást, nem volt nehéz. Mondom, egy picit azért feküznie nem ártana, mert hogy itt a bal mellett egy kicsit, mintha meg lenne fittyed, de mondom, semmi baj, hát a koránál fogom meg, ugye, ő mégsem egy élsportoló. Na. Erről ennyit. Ma reggel a kezembe akadt egy másik újság, ráadásul nem is ugyanabból az istálóból való képes magazinról van szó, itt már nagyobb terjedelemmel foglalkoznak ugyanezzel a nyaralással, és hát látom, hogy Csaba egy nap alatt elég jól felgyúrta magát. Na mit tettem? Mert hogy már nem fittyed annyira lefele az ő bal melle. De nem mondott, hogy retusálták a képet? Féltek, én se hittem el. Összehasonlítottam a képet, fejvesztve rohantam be a szerkesztőségbe a régi újságok között, rögtön elkezdtem turkálni, és hát megdöbbenésre tapasztaltam, hogy de, igen. Na most vagy a tegnapi újságban volt annyira rossz indulatok képszerkesztő, szerintem hogy... Szerintem azt rárakták a lógó mellett. Igaz? Igen, az Csaba lehetett. Ilyen. Mert ő egyébként inkább ez a feszesebb. Tehát ugye az forma, egyik képen ugye Csaba félmeztelenül szőrrel kicsit ugye megereszkedett mell bimbóval és mellel áll, a másik képen pedig szőr nélkül, feszes mellel, izmosan, mindenféle retusálási munka után áll ugyanazon a képen, két különböző heti képes magazinban. Ugyanaz a fotó. Tehát itt az történhetett, hogy ugye a második, a ma megjelent labban lévő cikk az ugye terjedelmesebb, és akkor a szerkesztő, vagy a főszerkesztő áttelefonált, hogy fél Csavá, hát két oldalas a cikk, akkor mindig meg szoktuk kérdezni, hogy mit szeretne, hogy szeretne a kedves kucsot. Szőr nélkül, szőrrel, lefittyett mellel, vagy elfeszessel. Igen, mert hogy egy nőt retusálnak, az rendben van, de most már a férfiakat is retusálják, ez egy új jelenség a bulvár sajtóban. Kérdés, hogy ezt kikérted, szerintem ezt ők, tehát hogy nem hiszem, hogy a képszerkesztő ezt magára vette volna, hogy Csabikám, akkor kicsit dobnék rajtad, jó? Tűnjenek már el azok a boldogság mellek. Boldogság mellek. Azok a gyönyörű emlők. Gyönyörű emlők, tűnjenek el, kicsit dobunk rajtad. Mondta erre Csabi, hogy jó. Valószínűleg az lehetett, hogy Csabi szólt, hogy hát gyerekek, hát valamit azért tegyünk már egy kis optikai tuningot. És így megtuningolták. Följebb húzták, elsimították, igen. Ja. Hát figyelj. Én próbáltam meg, bocsánat, így a tartásból, hogy összehasonlítani egymást, hogy hát, ha nem ugyanarra a két képről van szó, és a frissebb képen, tehát a mai képen egy kicsit homori, de nem. Uh-huh. Rossz vagy egyébként, mert a mai kép az ugye egész oldalas nagy. Igen. Tehát valószínűleg ez az eredeti kép méret, és itt össze kellett nyomni, ugye? Ja, és kicsit, azért. És ahogy nyomsz össze, akkor ennyi. Egy picit ugye a test is így összement. Igen, tehát valószínűleg az volt, hogy a nagyobb képen ugye Csabát megnyújtották, és ott kiegyenesített a mellett. Egyébként igen. Mert az egy nagyobb terjedelmű kép, és nyújtottak a képen, de rosszul lett volna. Igen. Az meg érdekes, hogy két ellentétes istálóból származó labban ugyanaz a fotó van, mert az... Annál csak sokkal érdekesebb, hogy te miért figyeled Bogdán Csaba mellét egyébként. Szóval, hogy nekem ez mennyire nem állna össze, hogy itt is megnézem, ott is megnézem, én nem venném észre, de hogy ehhez nagyon kell figyelni, hosszú ideig szemezni kell Bogdán Csaba mellbimbójával. És úgy? Ráadásul egy félmesztelen képet kell róla nézni, hát helyesek, aranyosak, egyébként én kedvelem őket, meg tök normálisak. Iszonyú helyesek egyébként. Igen, de hogy te miért figyeled Bogdán Csaba mellét, azt mondd meg nekem. Mert ott állt Szandi mellett. És ha már megnézted Szandit, megnézted Bogdán Csabát. És nem is egyszerre látta a két képet, az meg van, hogy az egyik magazint, ugye a melleset, azt mi te 3 nappal ezelőtt látta, most meglátta,
Ez ugyanaz a kép. Te lefotóztad Bogdán Csaba mellét, és előhívtad, amikor a vajt. Előhívtam a memóriámból. Nem tetszett ez a kép, hogy ott állnak ott a parázs mellett, illetve a lávakövek mellett, parázs mellett, de hülye vagy, a lávakövek mellett, és akkor így töltik rá a szaunában így a hogy hívják ott ezt a kis nyilván illatosított vizet, hogy egy kis gőzt csinálják maguknak, hogy a, jó, a kíváncsi szemek elől elrejtsek az ő romantikázásukat, és akkor így belemerültem ebbe a képbe, hogy ja, Istenem, de jó lenne, ha mi is valamikor majd a közeljövő. De jó, ja, tényleg majd lesz tavaszi szünet, és akkor majd talán össze tudjuk hozni ezt a dolgot. És akkor így vetted észre mellett. Na jó, van még egy dolog, amiről viszont én szeretnék szólni néhány szót, ha még belefér ide az időbe. Tegnap beszélgettünk itt az adásban. De az ennyi már régen, de így szeretem, és így szereti más is, úgyhogy ez már csak így marad. Nem is az én mellem a kérdés. Tegnap beszélgettünk adásban ugye az ott maradós kávéról. Igen. Talán emlékeztek, igen. Hogy van igen, olyan... Csak mondjuk el, hogy mi ez, igen. Igen, van olyan lehetőség, hogy bemész valahova egy kávézóba, egy fagyizóba, és akkor veszel magadnak egy fagyit, és veszel egyet valakinek, akit nem tudod, hogy kicsoda, kifizeted, és ha valaki rászoruló bejön, akkor ott odaadják a kávét. Ő megkérdezi, hogy van-e nekem egy felfüggesztett kávé, ő bemés, az igen, hagyott itt igen, az előbb egy úriember, itt van, itt meg a kávét, ez a felfüggesztett kávé, ez egy jelenség volt, így van. Nem, nagyon szépen ment, tavaly a Velencei tónál is nagyon sok helyen ki is volt írva, például Gajdos Lángosos bácsi azt csinált, hogy ki volt mindig cetlizve, amit kifizettek, és akkor bejött valaki, megnézte, azt mondta, hogy van egy egy palacsint, akkor én azt kérném. Volt egy százasszög, arra mindig felakasztottak egy lángos. Pénz nélkülieknek, sok gyerekes anyukáknak, nyugdíjasoknak, tehát itt nem csak hajléktalanokról van szó, igen. És nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert ugye pont arról van szó ebben, hogy a rendesség. Igen, a ugye? Kedvesség. A kedvesség, hát ez a törődés. Ez egy tök jó jelenség. Hát ezt így kell csinálni. Na, ez hát nem szimpatikus dolog. Tegnap megbeszéltük adásban, hogy akkor a Balázs, ahogy megy el, ugye ő itt parkol hátul, bemegy a büfébe, és nekem intéz valami kedvesség. Mondtam, hogy Feri, lesz ott valami felfüggesztve neked, hogy menj be érte 10:40-kor. Igen. Bementél? Bementem, kérlek szépen, van egy tündérkirálynő kiszolgáló hölgyünk nekünk, és mondtam neki nagy magabiztossággal azáll, hogy hát akkor átvenném a, hogy biztos nyilván egy kávé, egy energiaital, egy szendvics. Kérdezed, hogy hagyott-e a Bali valamit itt felfüggesztve, vagy csak mondtad, hogy átvennéd, amit a Bali itt hagyott? Igen, mondtam, hagyott-e valamit, hogy akkor én azt kérném, kicsit hajasztam egy jó 3 tojásos M&X-re, érted, hogy az azért még tele voltál reményekkel. És mondta erre a kislány, hogy nagyon rendes volt, mert salátát kért, valami szendvicset, meg nem is tudom, talán egy kicsit görög csokit. Salátát, igen. Egy görög salátát kért. Így van, egy csokit, egy valami szendvicset, és akkor, hát én örülök, hogy akkor mondta, hogy átvenném, szóval nem neked, magának, viszont te fizeted. Rohadék! Annyira sírva rástem. Ott hagytam a számlámat felfüggesztve. Mondom, Feri, mondtam neki tegnap 9 után, Feri, oké, értem ezt a felfüggesztett kávét. Menj be 10:40-kor, lesz ott valami felfüggesztve. Nézd meg, ilyen nagy vonalú vagyok. Mondtam a hölgynek, ebből a csokiból, abból a perecből, ebből a kukoricasalátából, abból a görög salátából elvittem egy halom kaját. Mondom, jön a Feri 10 perc múlva, add át neki, légy szíves, a számlát felfüggesztve. Tök igazad van, hát Ferinek annyira tetszett ez a kezdeményezés, hát elébe mentél a dolgoknak. Hát, igen, mondom, ha ilyen szépen beszél erről a kezdeményezésről, hát nehogy már ne hagyjunk ott neki valamit felfüggesztve. Én szinte biztos voltam benne, hogy amikor meglátom, hogy a Feri megy a büféfére, akkor arra gondoltam, hogy fel akar neked függesztetni valamilyen kis ajándékot, valamilyen kis meglepetést. És egyébként meg mennyire igaza van, ugye, mert én így kedves tudtam lenni, és nem kellett agyalnom, hogy vajon a Balázs mit kérne. Így van, ő pedig elébe ment a dolognak, és már... Ennyi. Hagytam ott neked valamit felfüggesztve. Így van. Most minek adja jön a Feri azon, hogy mit függesztem fel majd neked? Igen, tészen, mit kérne? Ő felfüggesztette, én kifizettem. Mondtam, hogy nagy örömmel. Isten tökre jó. Működik. Olyan sportszelet, kukoricasalát, amit nem kívántam, azt is elvittem. Hihetetlen. Hogy ez így oda-vissza is működik. Vicca versz. Annyira jó ez a felfüggesztett dolog, gyerekek. Hát ezt jó. Én nagyon-nagyon-nagyon tudom szeretni. Úgyhogy köszönöm szépen. De jó. Én köszönöm, hogy hagyhattam ott valamit felfüggesztve. Nagyon rögtem. Azt lehetett, amikor bementél, hogy na és a Bali mit hagyott itt, igen. Na, Hollandiában bemutattak egy műsort, ami arról szól, ráadásul főműsoridőben, hogy a Budapesten milyen turista csapdákkal lehet találkozni, hogyan és miképpen verik át a turistákat, külföldi turista csapdákat. Ugye hát ez egy tévéműsor volt, ahol egy holland pár bemutatta, hogy hogy verik őket a Váci utcában, és milyen turista csapdák vannak még Magyarországon beépített álholland turisták, akik valójában hollandok, csak álturisták, járkáltak Budapesten, és összeszedték azokat a lehúzási módszereket, amivel átverik a turistákat. És érdekes a dolog, mert hogy egyébként ez részben minket is átvernek ezzel, mert hogy hamis pénzzel csencselnek, álkoldusokkal, telefonokkal, lehúzós lányokkal, ezeket vették sorra.
hát nem lehettünk túl szimpatikusak a holland tévénézők szemében ebben a formában, amikor ezt így végigvették. Ugye kiderült, hogy, hogy mik a legjellemzőbbek, ahogy átverik a turistákat. Például az álkoldusok. Az álkoldusok, amit nem tudom, hogy hogy tudtak megállapítani ebben a műsorban, hogy álkoldus vagy nem álkoldus, de hogy azok állítólag rengeteg pénzt vesznek ki turisták zsebéből. Csak frekventált helyen, csak a Váci utcában, csak azokhoz lépnek oda, akikről azt gondolják, hogy adnak és turisták. Hogy utána hogy bizonyították, hogy álturista, nem tudom, csak az a baj, ezeknek mi is adunk sokszor. Nem? Hát, de szerintem ez egy hülyeség. Már ne haragudj. Hát erről azért meg... beszéltünk, tehát, mi is, de nem, létező nem, dolog. Nem. Most ebből a szempontból mondom azt, hogy, hogy totál hülyeség. Egy, amit most Balázs is mondott, hogy a fenébe bizonyították be, hogy ezek álkoldósok voltak. Kettő, ha nem akarsz, nem adsz. Ki kényszerít téged arra, hogy adjál persze neki? Igen, csak ugye, ha nem valódi rászoruló, akkor, akkor téged ezzel átvágnak. Ők elmondták, hogy egyébként a Fővámtéren kérdegető koldusasszonyokat és egy kerekesszékes férfit mutattak be, akik az összegyűjtött pénzt néhány méterrel arrébb megbújó társaiknak adták le, és ott már nem tűntek annyira elesetnek. Aha, tehát tulajdonképpen lekövették őket, és megnézték, hogy mit csinálnak azok azzal a pénzzel, amit ők megkapnak. Odaadták a pénzt, gondolom félrevonultak, nézték őket egy ideig, és ott maradtak egy fél órát, egy órát, amit ugye te nem teszel meg, ha pénzt adsz, mert egész egyszerűen mész tovább. Kiderült, hogy oda mennek, oda sétálnak, ott már nem tűntek annyira mozgássérültnek, meg betegnek, meg koldusasszonynak, leadták a pénzt, kiürítették a kalapot, és üres kalappal, meg üres zsebbel mentek vissza a Fővámtérre koldulni. Hogy akkor ezek tulajdon... Hát ezt értjük, igazuk is van benne, abban meg neked van igazad, hogy nem kell adni. Tehát, hogy azért ne csesszenek már le, hogy ők jó szívűek, nem? Ennyi, meg egyébként koldusok... Igen. Hát azért már nem a mi csarunk, hogy rakás jó rakás nyugat-európai városba is lehet találkozni koldusokkal. Ez megy mindenütt, így van. Ez megy nem egy magyar sajátosság. Pesti lehúzós lányok is szóba jöttek ebben a tévéműsorban. Trükkös dolgot vetnek be, turistákat szólítanak le, hogy meghivatják magukat egy italra, méghozzá olyan helyre, ahol kevés fogyasztás után ugye horrorisztikus számlát kapnak. De ezt sem nagyon értem, tehát itt vadidegen lányok mennek oda turistákhoz, hogy nem akarsz velem inni valamit, és utána ez a pali elmegy, majd felháborodik. Maga a lehúzás az nem jó. Hát mint a flörtölnének, gondolom úgy. De most elmész egy vadidegen nővel inni egy piát, hát ott sejtheted, hogy valami nem stimmel, nem? Hogy a csaj vagy prosti, vagy igen, be akar rángatni egy helyre. Ez máshol nincs? Hát gondolom, hogy ők már annyira profik ezek a lányok, hogy oda megy, megkérdezi csak, hogy mennyi az idő, aztán szóba elegyednek, elkezdenek beszélgetni. Ugye 5-10 perc után azt mondja, hogy én pont ide megyek ebbe a bárba, mert jönnek a barátnőim, nem jöttök be, srácok, de bemegyünk. És akkor 140 ezer a két kóla. Igen. De ezek a lányok, megint azt kell mondanom, hogy ez is egyébként a világon rengeteg helyen van így. Na de igen, szóval, hogy ez szerintem nem egy magyar sajátosság. Nem. Hát most elmész Indiába, hát ott 3 percenként már a repülőtéren 100 gyerek vesz körül, és addig nem mennek arrébb, és azok a családok általában egyébként nagyon jól élnek, akik már 2 évesen kiküldik a saját gyereküket koldulni, ők élnek a legjobban, horrorpénzt szednek össze. Ez más országra is jellemző. Ebben a műsorban egyébként bemutatták még azt, hogy próbált csaló hamis iPhone 5-öt eladni. Ezek a hollandok is jól szervezettek, ezek mindenkibe belebotlottak. Nem? Igen. Meghívták magukat piára, átvettek egy hamis iPhone 5-öt, elmentek a Fővámtérre. Komoly érzékkel találják meg ezeket a dolgokat. De kicsit ilyen lejáratás íze van a dolognak, mert hogy ez szerintem nyilván mindenhol van, hogy valamit eladnak neked, hogy lehúznak piával. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, nem? Most lehet, bemész egy berlini bárba, ott is lehet, hogy megpróbálják átvágni, vagy nem. Kérdezem én, ez egy magyar sajátosság? Hát szerintem nem. De a berlini bárról én nem tudok sajnos nyilatkozni, de valamikor a 90-es évek közepén, még mielőtt bekötötték volna a fejemet, ugye azelőtt én például Aradon tapasztaltam ugyanezt. Ugyanez megvolt, hogy a lány odaül melléd, és akkor meghivattatja magát, és mennyivel húztak le? Nem sokkal, nem. Hát na, egyébként, hát, bocsáss meg, egyébként tényleg ennyi az egész. Fizetsz, vagy nem fizetsz? Aha. Adsz, vagy ne adsz? Veszel, vagy nem veszel? Egyébként meg az a holland, aki Magyarországon vesz magának iPhone 5-öt, érted az utcán. Na most azért érdekes. De nyilván ő nem akart venni, hát ő csak megnézte a lehúzási módokat. Tehát lehet, ez egy olyan világjáró műsor, de hogy összehasonlítják az európai fővárosokat. Nyilván nem. Mindenhol megvannak. De hogy megvan a trükk. Megvan a trükk, tehát nem az egyik, hogy lehúzzák, hanem hogy ő felfedi azokat a trükköket, nyilván nem fogod adni most nem tudom 100 eurót, csak felfedi, a hamis iPhone 5-e hozzám is odajöttek egyébként, tehát ordít róla, hogy hamis. Ezt akartam mondani, hogy én 20 éve élek körülbelül ebben a városban,
egyszer találkoztam ilyennel a budaörsi benzinkúton, ahol szerintem holland turista még életében nem járt. Mentem, mit én, azt hiszem, a Balatonra, ott megálltam, és jött oda a csávó a használt iPhone 5-tel, vagy 4-jel, vagy nem használtan, hanem hamisan. Igen. Hogy ezek a csávók idejöttek egy hétre, érted, és ezek mindenbe belebuktak. Mert tök feltűnő az, Feri, hogyha te is falpapucsba járnád az utcákat, tudom, egy tulipánnal a, tulipánnal a kabát hajtókádban, érted, akkor rögtön mindenki látná, hogy holland. Ebből a szempontból Tájföld sokkal korrektebb, mint a magyar iPhone árus, mert az iPhone árus itt Magyarországon mit csinál? Azt mondja, hogy vegyél tőlem olcsón iPhone. Most kaptam, nekem nem kell 40 ezerért. Hát ha fogtál már iPhone, te kezdve húzogatod ugye a menürendszer az egész, ahogy kinéz. Tájföldön mit mond az árus neked? My friend, very good copy. Very good copy. De legalább őszinte. Very good copy. Mekkora duma, nem? Csász, a Louis Vuitton táska előtt, meg a Burberry táskák, meg nem tudom, halmazban állnak, tudod. Look at this, very good copy, very nice, very good copy. My friend. Tök korrekt. És tök korrekt, elmondja, hogy ne is gondold azt, nyilván nem gondolod, hogy megkapsz egy félmilliós táskát, 1000 batéra, mondjuk 7000 forint, de elmondja neked, hogy van a rossz copy, meg van az, ami viszont csak szakértő szemek szúrják ki, hogy az good price, very good copy, ugye? Mennyire korrektek? Itt miért nem mondjál az iPhone árus? Hát akkor itt is elmondhatnám. Mert 40-et akkor nem a érte. Hanem 5000-et. Igen. Jó, nézzük meg, hogy külföldön mi a helyzet, tényleg csak, hogy kicsit helyreállítsuk magunk előtt legalább a saját renoménkat. Azzal most nem akarok foglalkozni, hogy kit hogy húztak le Magyarországon, mert nyilván tudjuk. Én azt gondolom, hogy a Budapesten koldulók 80%-a is koldusmafia, baromira meg kell gondolni, hogy kinek adsz, hogy adsz. A Moszkva tér, ugye hát vannak frekventált helyek, ezt mondják, hogy nem biztos, hogy jó ember zsebébe teszed hat. Itt írja egy hallgató, nagyon jó meglátás egyébként, hogy Pesten szinte az összes táblát tartó koldus írása ugyanazzal a kézírással van írva. Tehát azt is érdemes megnézni, vagy ahol kisgyereket tartanak, vagy mozgássérültnek álcázza magát. Tehát érdekes történeteket hallani. De nézzük meg, hogy mi a helyzet külföldön. Tehát aki külföldön járt, hogyan és miképpen próbálták lehúzni, egyáltalán volt-e ilyen, hogy túlszámláztak neki. Azért tényleg ezek a magyar túlszámlázások azért ezek már világhírűek. Akkor bemész, iszol két italt, eszel egy levest, és kapsz egy 120 ezeres számlát, nem? Tehát ezt azért olyan sok helyről, külföldről nem hallod. Nem? Tehát azért ez sajnos ez egy tipikus dolog. De nézzük meg, hogy mi történik magyar turistával külföldön. Ez a közoktatásnak a színvonala szerintem egy. Tehát, hogy érted, már összeadni, kivonni már nem annyira tudnak. Igen, az összeadás helyett szoroznak. Szóval nézzük meg, hogy mi a helyzet külföldön. Jó, nézzük meg a görögöket, az olaszokat, ne is menjünk nagyon messzire, nézzük meg, hogy mi a helyzet a németeknél, mi a helyzet, nem tudom, a spanyoloknál. Londonba, Párizsba, ott is azért vannak olyan negyedek, ahova az ember valószínűleg nem úgy megy be, hogy itt fogja megcsinálni élete üzletét, vagy éppen pont ellenkezőleg, mert hogy... Igen, van nagyon nagy biznisz köz, de hogy vannak-e éttermi lehúzások, a koldusról kiderül-e az, hogy mit tudom én, nem koldus, amit Budapestről írtak, hogy mi a helyzet külföldön. Aha. Ja, nézzük. Ja, azon gondolkodtam, igen, hogy Hollandiában mivel tudnak átverni. Hogy ott van ilyen, hogy bemész a sütiboltba, azt nem hatott, nem csapat. Én voltam Amsterdamban. És hatott? Minden jó volt. Igen, minden nagyon rendben reklamáltak. Mondjuk azt mondták, hogy 6 féle sajtból van a fondű, de szerintem valójában csak 5 volt. Na, írjanak azok, akik sokat járnak külföldre, jó? Hogy mely városokban, mely fővárosokban megy a lehúzás, és mit csinálnak a külföldiek, hogy ne csak mi legyünk ennyire eláztatva. SMS számunk változatlan 06-70-645-00-00, jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Morning Show, a Klasszon. Milyen szép helyzet. De kerek volt. Itt vagyunk, arról beszélgetünk, ugye, hogy egy nagyon szimpatikus holland műsor, pont ráadásul egy holland, tehát tényleg, ha elmész Amsterdamban, tehát mindenhol nők állnak a sarkon, piros lámpás negyed, kábítószert árulnak, tehát mindenki megpróbál mindenkit átvágni. De ennek ellenére egy holland műsor, ugye leleplezte Budapestet, hogy mennyien próbálják itt átvágni a turistákat, hogy nem tudom, hogy ennek mi célja van az ilyen típusú műsoroknak, mert hogy nyilván átvágások mindenhol vannak ügyeskedők, koldusok, hamistáskárusok, tehát ez abszolút jellemző már, de mégis ránk fókuszáltak. Lehet, hogy féltékenyek voltak, hogy most már nagyon sokan jönnek ide, és kevesebben mennek Amsterdamba, nem tudom. Minden esetre egy szép egyórás műsor keretén belül lejárattak minket, hogy milyen durva itt Budapesten az élet, és szegény turistákat hogy átvágják. Ha valaki egy ilyen műsort megnéz, tényleg elmegy a kedve attól, hogy Budapestre jöjjön. Közben nyilván vannak esetek, de nem jellemző, meg valószínűleg nem ez a tipikus. És arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan
lehúzási, átvágási tippeket, amiket külföldön éltek meg, hiszen nyilván nagyon sok hallgatónk jár sokfelé, és hát nem csak Budapestet lehetne eláztatni, ha mondjuk mi is csinálnánk ilyen műsort. Így van. Hát kölcsönkenyér visszajár. Most aztán megkapjátok. Most végetek van hol. Prágától kezdve Monakon keresztül Tunéziáig, Párizs, Egyiptom, Görögország, Pizzai Ferdetorony, Majorka, jönnek az SMS-ek ott, kit, hol, hogyan, és miképpen próbáltak átvágni. Csak egy-két tipp, hogy tényleg, ilyen alapon akkor ne utazzunk sehova, nem? Tehát mindenhol szörnyű a helyzet. Prágai két macska, minden útikönyv szerint lehúzós hely. Mi mégis oda mentünk, le is húztak. Hát akkor miről beszélünk? A pincérek mindenkire rábeszéltek valami likört, ami persze a legdrágább volt a számlában. Norbi küldte ezt nekünk. Monakói benzinkúton kicsit túlpörög az óra, 60 literes tankba 72 liter tudtunk beletankolni. Kicsit arrébb az autópályán, a fizetőkapunál kiszedtek a sorból a fináncok, elkérték a jogsimat, közlik, hogy gyorsan mentem, se fénykép, se felvétel, 300 euró, hopp, Monakó és környéke. Ugye? Magyar nagykövetség telefon. Nem volt mit tenni. Nyaráskor félúton ez Krisz küldte nekünk. Hallottam olyan koldusról külföldön, aki valójában bábú. Úgy néz ki, mintha törökülésben ülne egy fickó lehajtott fejjel. Amikor elég pénz volt már az előtte lévő kalapban, akkor oda ment egy illető, elvitte a bábút egy másik helyre. Óriási. Megvan a biznisz. Gyerekek. Fölfújhatósat, és ott ülsz az után. Fújod a kollégát. Senki nem jól, ürítesz egy kalapot, érted, alszik a koldus, kirakszeri egy táblát, bábú. Ez a koldus mafia haja Magyarországon, és mindenkit meg kell már pöcögtetni, hogy valójában bábú-e. Jó az ötlet, szellemes. De hát sok esetben egyébként az ember el sem olvasa, hogy mi van a táblán, csak automatikusan. Gondold el, Berlinbe kiraksz 10 ilyen bábút. Jöjjön össze minden nap 200 eurót. Hát ez mi bajod van? Hülyére keresem. Hülyére keresem. Én azt fogom ráírni a táblára, hogy én egy bábú vagyok. Figyelj, ha valaki elolvassa, nem, érted, nem kell feltétlenül adni bele, a táblán rajta lesz minden info. És te akkor korrekt voltál. Én korrekt voltam. Mi van írva, nem olvasod, nem átverés, olvasod. Nem átverés. Abszolút. Franciáknál láttam koldus maffiát, magyarok üzemeltették. Ez valami franchise rendszer? Kérdezi Csaba. Jó reggelt, Nápoly, tankolás 50 euró kártyával, kártya odad, elugrás egy telefon töltőért, visszajövök, közli, no credit, KP fizet, otthon számla kivonat, 250 euró lerántva egy nápolyi benzinkútnál, nagy élmény volt. Ja, vannak trükkök. Egyiptomban voltunk, ahol vettünk vízipipát, persze a reptéren megállapították, hogy szúróvágó eszköz, így ott kellett hagyni, 10 euró után már felvihettük a gépre, hát... Jó, hát mondjuk arabok, van benne valami, igen. De arabok azt meg, tehát aki oda megy, az azért erre készüljön. Igen, Egyiptom, Tunézia, igen, azért az van ott nagy világ. Minden 2 euróért. Bizonyám. Berlinben körülbelül 20 éve láttam, hogy koldus tanfolyamot indítottak, technikák, smink, illetve hogyan találjuk meg a saját stílusunk, a sztorinkat, amit prezentálunk az ügyfelek felé. Az oktatóval volt riportfilm. Munka ideje után egy F40-esbe csüccsent beleír a zombi. És ez igaz vagy? Nem tudom, de jó. Párizsban egy fekete srác a kezembe adott egy szép táskát, hogy nézzem meg, aztán nem hagyta, hogy visszaadjam, követelte a pénzt, nagyon rémisztő volt, végül letettem a földre, és ott hagytam. Írja Anikót. Tulajdonképpen minden országban zajlik, nem? Tunéziában volt egy ötcsillagos szállodába, kértem a szobaszéf kulcsát, amit meg is kaptam, de nem nyitotta a széfet, miután a recepciós közölte, ha olyan kell, ami nyitja, az 2 dollár. Ez mondjuk nagyon, ez nagyon jó. Mekkora dugom, tessék, visszajössz, ja, hát ha ki is akar, kettő dollár, my friend, very cheap. Ha nincs 2 dollár, itt egy rossz kulcs. Milyen hülyeség. De mekkora dugom. Kérsz kulcs? Tessék, itt van. Van kulcs? Van. Kérted? Van. És nem mondtad, hogy te olyat akarsz, nincs, csak kérted az a szépnek a kulcsát, igen. Facebookról is jött. Stockholmban volt egy olyan sánta álkoldus, aki csak addig sántított, amíg mellettünk elhaladt, és pénzért nyújtogatta a kezét, utána leült és elővette az iPhone-ját, azon játszott addig, amíg újra idegen szót hallott, felállt, beállt sántába, és hozzájuk is oda ment kéregetni. Gyerekek, ez Stockholm. Tehát, hogy ugye, hogy mennyire nem jellemző ez csak Budapestre. Brüsszelben, Török utcában a török faszi a bőrcipőt kicserélt egy ugyanolyan műbőre, amíg a pénztárnál visszaadták, de észrevettük, és utána még nekiállt feljebb. Az milyen. Kiválasztasz egy cipőt, és mire a fizetőpulthoz ér, addigra már kicserélték. Bulgária szervezett hamis pénzváltást, visszaszereztem a pénzt, írja Barna. Münchenben magyarok kéregetnek. Kint vannak a táblák, írja Máté. Ott is ott vagyunk. Hát vagy rossz indulatú hollandok próbálnak minket lejáratni azzal, hogy magyarnak adják ki magunkat. Igen, Holland ne dumáljon, Eindhovenben lakom, este minden sarkon zaklatnak a drogárusok, hogy vegyél gagyi cuccot, írja nekünk egy hallgató. Igen.
Tunéziában behúztak egy boltba, és rám zárták az ajtót azzal a felkiáltással, hogy vásárolj. Hol vagyunk ehhez képest? Hát hol vagyunk ehhez képest? Hát, érted? Hát miről beszélni? Amszterdamban, tessék, most visszakapjátok. Amszterdamban vettünk 4 hotdogot 15 ezerért. Na, az anyja úgy. Erről mi volt benne, várjál? Ja. Jó, nagyon mosolyogtatunk utána. De nagyon finom volt. Ja. És mi van akkor, ha a hollandok marihuána helyett majorannát adnak? Hát nyilván ez is lehet, hogy személyes tapasztalat, írja nekünk egy hallgató. Na jól van, hát nagyjából ennyi igazából, még rengeteg hozzászólás, csak ennyi fért az időnkbe, de akkor minden országban megy ez, tehát ez igazságtalanság. Igen, ezt velünk csinálni. De azért az igazsághoz mindenképpen hozzátartozik az is, hogyha valaki mondjuk komoly turista, és egy picit így körülnéz az ország különböző ilyen közérdekű hírportáljain, akkor hozzájuthat azokhoz az információkhoz, amik ahhoz kellene, hogy ne kerüljen ilyen helyzetbe. Itt van például a budapestinfo.hu, körülbelül 3 perc alatt találtam meg, gyakorlatilag ott van egy praktikus tanácsok című kis arról van, hát egy taxi, külföldi pénzváltás, tömegközlekedés, koldusok, árrendőrök, barátkozás, hamis pénz, éttermek, bárok, szórakozás, fizetés, borravaló, angolul, németül, magyarul. Illetve az amerikai nagykövetség már hosszú évek óta fönt a honlapján tart egy olyan fekete listát, ami állandóan frissül, és pont azok a szórakozó helyek találtok meg rajta, ahol lehúzzák a turistát. Jött én SMS, Luxemburgban egy nap alatt 3 hamis iPhone árusba botlottam. Jól elküldtem őket a francba, írja egy hallgató. Tehát azért ez máshol is van. Na mindegy, helyreállítottuk kicsit Budapest. Nem, helyreállítottuk. Nem, helyreállítottuk. Nem hagyjuk, hogy bántsanak minket. Nem hagyjuk, hogy bántsák az országunkat. Viszont egyszerűen nem tudom ezt az ötletet kiverni a fejemből. Ez a bábus dolog, ez nekem nagyon bejön. Én azt mondom, hogy tovább is kellene menni, tehát hogy ne csak egyéni vállalkozások épüljenek erre, hanem államilag szabályozva, és legyenek úgynevezett matolcsi babákként a sarkokon, amik egy táblán jelezik is azt, hogy ők azért vannak kint, hogy mondjuk a devizetartalékokat feldúzzasszák. Érted? Jó, és akkor bedobsz, amennyit gondolsz. Táblára van. Szépen igen. Rá van írva minden, hitelesített, pecsételes kész, aztán hátba bejön belőle egy pár euró. Ez jó ötlet, igen. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Sziasztok, srácok, Magdi vagyok. Hello, Magdi. Hello. Igen, olyan, hogy repeltél volna. Szia, Magdi. Hello, Magdi. Honnan hívsz? Balázsferi Jani a házd. Ibránból hívlak titeket. Honnan? Ibrány. Mindegyházától nem megyek. Tudjuk. Persze, hát ne viccel. Persze, hogy tudjuk. Magdi, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Bűvészeset játszanom. Igen. Óven bácsi a kis levont a kis... Barkács helyére, és ott barkács. Vagy a bilincs rászorult az ágyra, és le kell ágyni. Mutatjuk, mit énekel, figyelj. La 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 la. Ajjajaj, Magdi, ez neked nem lesz könnyű. Még egyszer lehetne. Mutatjuk ugyanezt a részletet, figyelj. La 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 la. Hajjaj, hát nem teljesen a te zenéd, azt gondolom, Magdi. Ismerős, csak hirtelen nem fogjuk belátni a szabdékokat. Kivettük a bögrét, akkor az új Morning Show bögrét, ami gyönyörű. És a bögrére pályáztam. Tudom, mindenki vagy most már az órára, az is nagyon nem a sláger. Nem megpróbáljuk. Mutatunk az egy hosszabb részletet. Az óra is, igen. Figyelj. La 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 la. Inkább Beru néni énekel, nem mint Óven bácsi. Nincs meg, ugye? Szerintem nem lesz meg, ez nem... Sajnos. Mutatjuk az eredetit, hogy mi lett volna. David Guetta. Ja. David Guetta, Magdi, hát ez... Ez olyan messze van tőled, mint tőlem az oszcián, körülbelül. Tehát, hogy... Vagy a pokolgép, vagy vagy a Rammstein, vagy a Pantera. Hát igen. Magdi, köszi. Na, hát nagyon sajnálom. Örülök, hogy játszottam veletek. Köszönjük, ciao. Szia. Sziasztok. Hello. Na jól van. Hát itt marad az ajándékcsomag, bármennyire is szép. A hármas ugrásban már a vadonatúj Morning Show-s órát lehet majd megnyerni. Aminek a képét meg lehet tekinteni a Facebookon. Bizony. Az első példányokat már dedikáltuk.
Gyönyörű, gyönyörű, szép. Na, igen, tudom, érezzük, hogy van némi restanciánk, de bepontoljuk. Vendégünk lesz 8 óra után egy orvosi jövőkutató és genetikus, aki szemtelenül fiatal, 29 éves, mégis a világ egyik legjobbjának választott orvostechnológiai blog írója. 5 millió olvasója van ennek a blognak, gyerekek. És hát olyan orvosi kütyükről mesél majd nekünk, amit a legdurvább skifikben sem láthatunk, közben már itt van, használják, és szerintem, ha orvosok hallgatnak bennünket, ők is szájtátva gondolnak majd arra, hogy úristen, de jó lenne ezeket behozni Magyarországra. Stetoszkóp, de... nyelvpálcika. Csak a jövő, mi? Csak a jövő. Nem, tehát de hihetetlen dolgokról mesél majd nekünk, hogy kb. 5-10 év múlva milyen kütyük vesznek bennünket körbe, és hogy otthon az ember egyébként milyen iPhone alkalmazásokkal, okos orvosi székekbe ülhet bele, diagnosztizálhatja a saját problémáit. Nyilván az orvosok most sikítoznak, hogy Jézusom, hát mi lesz így, ha mindenki... Hogy azért ennek a dolognak veszélye is vannak, és nyilván erről is beszélni fog. Erről is beszélünk, igen, hoz nekünk egy baromi durva high-tech tesztet, egyetlen nyálmintából megmutatja, hogy 450 betegségből mire van hajlamunk. Ez mint a jövőből jött volna egyébként. Ez egy nyálteszt alapján meg tudja diagnosztizálni, hogy nagyjából mire van hajlamod. Gyűjtöm. Jó, úgyhogy harapjatok citromba. Pont most akartam, hogy de az fizetős. Látod, milyen jó ez a műsor. Megvan az alany. Az ő blogját 5 millióan olvassák, 29 éves, és hihetetlen dolgokat mond majd nekünk, úgyhogy vele beszélgetünk a hírek után, 4 perc múlva pontosan 8 óra. 8 óra múlt pontosan 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, péntek van, és 8:45 lesz, nem sokára. Micsoda fontos információ. Hihetetlen. És pontos minden, még az idő is. Elképesztő. Sok információ csak összezavarja az emberek. Keveset. Pont elég volt. Így van, keveset töményen. Gyártelepi hévátjáró környékén valami lehet, mert a tökörre és a halászterekre vezető úton is áll már a kocsisor. Ezt Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as Miskolc felé 107-es kilométernél van egy trafi, ezt Beja küldte, és Kecskemét Nagykörös között a 441-es úton trafi, majd később igazoltatás. Baromi sok a trafi megint hetek óta, szinte nem is kapunk más információt, csak azt, hogy sok a trafi. Úgyhogy ott mindenki vigyázzon, menjen lassan. Budakeszin unatkozó útépítők lassítják a forgalmat, így a Pisztu. Baleset az M0-as M5-ös kihajtójánál az M1-es felé, Grizzly. Viszont eltűntek ezek a beállt a nullás. Emlékeztek, hogy ez hozzátartozott tulajdonképpen Magyarország, illetve Budapest reggeleihez a beállt a nullás SMS, amit minden reggeli rádióban minden műsorvezető beolvasom. Igen, tegye fel a kezed, akinek hiányzik. Nem, csak hogy ez is milyen jó, hogy ez eltűnt, nem? Ez a beállt a nullás, újra parkoló pálya, és emberek órákat álltak reggelente a nulláson. Ez konkrétan eltűnt, azért ez egy... Ez egy pozitív. Mióta ilyen népszerű reklámarcuk van, mint te? Gyerekek, ahol utátadás van, ott vagyok, megyek, avatok, elsőként megyek át. Tudod, hogy várom a 4-es metrót? Azonnal ott vagyok. A Megyeri hídon szerintem én mentem át először. Na, ahogy ígértük, vendégünk van. Egy olyan embert hívtunk el vendégül, aki egyrésztről baromi fiatal ahhoz képest, amit csinál, a blogját 5 millióan olvassák, tehát ezek elképesztő számok, és még csak mi is most kapizsgáljuk egyáltalán, hogy ő mit is csinál valójában, és megpróbáljuk most a hétköznapi emberek módjával megközelíteni, vagyis a saját magunk világlátásával. Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, hello, jó reggelt kívánunk neked! Már ez önmagában, hogy orvosi jövőkutató, ez mint egy ilyen science fiction úgy hangzik, de hát gondolom azért ez ennyire nem bonyolult, nem? Azért, mert nincs ilyen szakma. Nincs ilyen szakma, legalábbis Magyarországon nincs, ezt én találtam ki, mert hogy elértem a gyerekkori álmomat. Ez menő. Orvos-genetikus lettem, és azt éreztem, hogy nekem valahogy máshogy kellene a társadalmat szolgálnom, méghozzá úgy, hogy összehozom a két énemet, a orvos-genetikust, meg a technológia, a geek szerelmes, a geek énemet, és ilyen szakma nincsen, tehát csináltam egy új szakmát. És ezért most már vannak többen, akik orvosi jövőkutatók, vagy még mindig te vagy egyedül a világon, aki orvosi jövőkutató? Kettő évet csinálom, most már vannak követők, szépen lassan jönnek utánam, szuper amúgy az érzés maga, vagy egy közösséget alkotok ezáltal. De jó, a Wikipedia szócik, akkor a te neveddel fog kezdeni. Igen. Orvos technológiai blog, ezt 5 millióan olvassák valóban? Így van, pont a múlt héten volt egy cikkem a CNN.com-on, mert hogy látták, hogy a blogomon ilyen dolgokról írok, a jövő orvoslásáról, és felkeltek arra, hogy írok egy ilyen cikket. Azt mondták, hogy szerzőknek nem ajánlnak fel semmi, de 2 milliárd átlag olvasójuk van, úgyhogy nagy duzogva elvállaltam. 2 milliárd ember olvassa a CNN. Aludtál egyet, nyújtózkodtál egyet, és azt mondta, na jó, gyerekek, akkor így. Nagy duzogva.
Oké, na próbáljuk ezt akkor elmagyarázni az embereknek és a hallgatóinak, hogy nagyjából ez mit jelent, mert már látom, hogy felszerelkeztél egy különböző kütyükkel, az egyiket már megvizsgáltok, szájtátva nézzük, hogy tulajdonképpen hol is tartunk, te jó Isten, de hogy mit kutatsz, vagy mire szeretnél választ találni, vagy hogy szeretnél segíteni az embereknek? Az én küldetésem az, hogy bebizonyítsam mindenkinek, hogy a technológiák használata az orvoslásban, és az orvoslásnak az igazi emberi mi volt a beteg-orvos személyes viszony közötti kapcsolat, az egy és, nem pedig egy vagy. Nagyon sokan azt gondolják, hogy vagy használunk technológiákat, és elveszítjük ezt a személyes mi voltot, vagy megtartjuk, de nincs semmilyen innováció benne. Abszolút nem így van, a kettő egymás nélkül nem működhet. És annyi innovatív technológia van már elérhetően bárki számára az interneten keresztül, meg máshogyan is, ezeket kutyakötelességünk behozni a mindennapi klinikai gyakorlatban. Az orvosi társadalom egyébként elutasító? Tehát van mondjuk egy 55 éves orvos, aki megtanulta annak idején a szakmáját, és a hagyományos vérnyomás mérővel, a pumpással érted, méri a vérnyomást, annak oda viszel egy ilyen szerkezetet, amiről majd mindjárt beszélünk, az azt mondja, hogy nem, nekem jó a régi. Most már évente kb. 100 előadást tartok, az a tapasztalatom, hogy abszolút nem korfüggő, hanem csak egyéni hozzáállás függő. Én tanítok több ezer medikus, több száz orvost workshopokon, itthon és külföldön, azt tapasztalom, hogy egy medikus már szinte mindent használ, de személyes célra. Az orvos pedig az idősebb generáció meg szeretné használni, csak nem tudja a technológiai hátterét. Na de várjál, akkor most tegyünk különbséget, te egy technológiákat juttatsz el hétköznapi emberekhez, amivel saját magukat tudják gyógyítani, vagy segítesz megtalálni az interneten azokat a forrásokat, amit ugye egyre több ember használ laikusként, hogyha mondjuk cukorbeteg, megnéz egy-egy oldalt, és megpróbálja saját magát, hol jól, hol sajnos inkább rosszul meggyógyítani. Tehát ezek konkrét technológiák, vagy információs forrásokat társz az emberek elé, amik alapján önmagukat gyógyíthatják. Én mindkettőben szeretnék segíteni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van hozzáférni bármilyen adathoz, paraméterhez, ami magáról szól, magát megméresse egészségügyi szempontból, bármilyen szögből. A másikat, amit mondtál az internetre kapcsolatosan, a webicina.com weboldalon most már 6 éve kuráljuk, tehát kézzel, szakemberekkel válogatjuk a világ legjobb orvosi forrásait. Azért pont, hogyha valaki rákeres egy betegségre, tünetre, kezelésre az interneten, látni fogja, hogy egy szeméttenger talál. Mi ebből kiválogatjuk a több százat találatból a lehető legjobbakat, hogy csak azt olvasgass, ami valóban minőségi. Na jó, csak bocsánat, csak egy kérdés, hogy az orvos azért orvos, mert én hiába olvasok el bármit, nekem el kell majd mennem az orvoshoz, hát én elolvasom, hogy a kapor jó a cukorbetegségre, egy oldalon is elkezdek kaprot tenni, hát még nem fog meggyógyulni, tehát az Isten mentsen bennünket az interneten az önmagukat gyógyító emberektől, aki elmegy egy orvoshoz és saját magát diagnosztizálja. Tehát gondolom, minden orvos kiráz a hideg, nem? Aki azt olvastam az interneten, így kezd az orvosnál, az kiküld a rendelőből. Pedig nem ez a megoldás rá. Tényleg? Én tanítom azt, hogy most már a felelősségünk része az, hogy tudunk-e válaszolni a betegségről szóló kérdésekre, meg a digitális kérdésekre is. A beteg eddig is kommunikáltunk a beteggel, csak mondjuk könyveket kérdezett meg inkább, vagy valamit egy újságban olvasott, ma az a blogon olvass el. Mi a különbség kommunikáció, az semmi. Hát az a különbség, hogy szeméttel találkozhat, ugye? Méghozzá nagyon sokkal. Hát igen, meg azért valljuk be őszintén, tehát, hogy amikor távolság tartom mondjuk egy orvos ezekkel az újdonságokkal kapcsolatban, akkor nyilván benne felvetül az, hogy ez mennyire hiteles forrás, amiből származik. Hozzá van szokva az, hogy évtizedeken keresztül mondjuk az orvosi műszerellátó vállalatok kapta meg a berendezéseket, amik kellettek ahhoz, hogy gyógyítsa a betegeket. Aztán jön itt egy srác, ez a Meskó Bertalan, 29 éves, és akkor odatól elém egy ilyen kis kütyüt, és azt mondja, hogy na, ez mondjuk fel annyi idő alatt, és háromszoros pontosággal meghatározza ugyanazt, amivel én csinálom már mondjuk 20 év óta, nem? Ez való jogos? Én tanítom azt, hogy lehet megítélni egy orvosi weboldal minőségét. Ez a kurikulumnak a része a Semmelweis Egyetemen. Tehát ilyen tudásokkal most már felkeltezzük az orvostársadalmat. Jó, de nézzük meg, mi volt a tapasztalatod, amikor te legutóbb orvoshoz mentél, és azt mondtad, hogy olvastam az interneten. Be tudtad fejezni a mondatot? Vagy az, ne haragudjon, a doktor úr, én úgy diagnosztizáltam saját magam, hát ha doki lennék én is, etén kirázna a hideg, hát én azért tanultam 5 évet, meg 3 évet, meg 10 évet. Volt ilyen tapasztalat, hogy elmenti házi orvos, és azt mondta, hogy doktor úr, azt gondolom, hogy. Én azzal mentem, hogy volt egy genetikai tesztem Kaliforniából, és hogy itt a PDF eredmény, ezeket kaptam meg, és hogy én mind genetikus kíváncsi voltam, mit fog mondani, és megláttam, mit mondott, hát azt mondta, hogy ezzel nem tud foglalkozni, mert nem ért hozzá. Erre őt soha senki nem készítette fel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az orvosnak a hibája az, hogy az internethez annyira nem ért, mint amennyire kellene, mert őket erre a Semmelweisen kívül soha senki nem készítette fel. Tehát nem hogy az van, hogy Magyarország hátrányban lehet másokkal szemben a világon, csak itt van olyan egyetemi kurzus, ami egyrészt az internettel foglalkozik orvosi szempontból, másrészt a jövő orvoslásával. Uh-huh. Most kezdtük az új szemeszterben. Jó, na nézzünk egy-két konkrétumot, hogy milyen kütyük vannak a világban, mi az, amit megpróbálsz te elhitetni a döntéshozókkal, hogy mondjuk más használjanak, mennyire vagyunk lemaradva, mennyire elterjedtek ezek, itt hoztál egy-két dolgot, ezek micsodák? Kezdjük egy EKG-val. Egy EKG-val. A bal kezemben van egy teljesen átlagos okostelefon, a jobb kezemben van egy 1x3 cm-es kis vékony eszköz. Úgy néz ki, mint egy hűtőmágnes, igen. Telefonom hátára téve, telefon megfogom a két kezemmel, és egy csatornás EKG-t kezd el azonnal csinálni.
úzusomat ismét Jézus, mellette. De most ez úgy megy, hogy egyébként fölfekszel az asztal, jön a zselé, emlékszel? Persze. Jön a zselé, és jönnek a tappancsok. Na de várjál, tehát hogy a régen ugye betoltak egy 100 kilós kütyűt, ráfeküdtél, rácsiptették. Tehát te ezt most valahol valaki kifejlesztette, hogy te fölteszel az okostelefonot hátvére, és megméred saját magadnak a vérnyomásodat. Egy csatornás EKG-t tudok vele mérni. Uh-huh. Ez arról szól, hogy ugyanez az eszköz, még 4-5 éve, amikor én végzős medikus voltam, minden reggel azzal kezdtem, hogy zsúrkocsival szaladgáltam a betegek között, és egy óra alatt tudtam lehúzni 8, ez a rekordom volt, 8 EKG-t, kaptam egy papírt, amit a papírokhoz kapcsoltam. Na most ez a csapat Kaliforniában előállt ezzel a kezemben lévő másik ilyen okostelefontokkal tavaly, ami csak egyfajta telefonnal működött, és elég nagy volt. Aztán előálltak fél éve ezzel, ami most már univerzális, bármilyen telefonnal működik. A zsúrkocsi az millió forintos nagyságrendű volt, papírt adott ki, ez 10.000 forint körül. Na várjál, van, de nem csak az, hogy elmész a dokihoz fél nap, elküld az EKG-re még fél nap, várakozol, megcsinálják, fél nap mire megjön az eredmény. Tehát körülbelül 5 év múlva ott fogunk tartani, azt mondod, hogy föltesz mindenki otthon a saját telefonjára egy EKG mérőkis szerkezetet, megfogja, és e-mailen az adatokat elküldi a dokinak? Ezt most meg tudom csinálni. Ezt már most meg tudjuk csinálni. Ugye mert egyébként nekünk ezt megcsináltad kint, az én EKG leletem már ott, már itt van az én e-mail címemen. Elküldted nekem, amit én tovább küldök majd a dokinak, aki kielemzi egy e-mailben? Így van. Az én munkám azt megmutatni mindenkinek, hogy nem változások jönnek az orvoslásba, hanem egy cunami. És erre csak úgy tudunk felkészülni, hogyha most elkezdünk felkészíteni mindenkit. Hogyne? Hát beteget, ez abszolút orvos, döntéshozót, nővértápolót, mindenkit. Mennyi az árkülönbség mondjuk a nagy zsúrkocsi, amit ugye a TB finanszírozó, az adófizetők vesznek tulajdonképpen, és mondjuk e között, ami itt van a kezedben? Az egy csatornás is 100.000 forintos nagyságrendű, több 100.000 forintos, ez 10.000 forint. És még és hiteles, és miért? Be van vizsgálva, be van vizsgálva. Az FDA elfogadta, az abszolút fellegvára az ilyen klinikai vizsgálatoknak, elfogadták. Tehát a 400.000 helyett 10.000 forintos EKG készülékek jöhetnek. És sokkal olcsóbb lesz még ennél hát is. És ugye valójában őszintén egy ilyen szerkezet, pont a gyorsaságánál fogva, adott esetben életet is menthet, például a sürgősségi betegellátásban egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi időt veszik le azt az EKG-t. Volt erre példa. A Erik Topol, a cégnek a vezető orvosa egy repülőgépen ült, és egy beteg rosszul lett, és el kell dönteni, hogy leszálljanak vagy nem, és amúgy kardiológus EKG-t mért a beteggel is, eltöntött, hogy mit kell csinálni, és nem szálltak le végül is, beteg nem maradt. Csak azért, hogy 5 év van, megszűnünk orvoshoz menni? Tehát, hogy lehet, hogy az lesz, hogy küldj el az EKG-t, pisiljen rá egy csőre, nyissa ki a nyelvét, csináljon egy fotót, tehát ez nyilván egy kicsit elidegeníti a dolgot, nem? Vagy nem ez a jövő? Én azt gondolom, hogy betegorvos találkozó még világ lesz. Uh-huh. Akkor is, amikor lesz mesterséges intelligencia, bármilyen szuperszámítógép, mindig találkozni fogunk az orvossal. Csak nekem, ha mondjuk betegeket nézve, joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek a saját DNS-ükhöz, bármilyen klinikai paramétereikhez, és eddig ezt be kellett feküdni egy fél napra, most már jönnek a kutyuk, és ezeket otthon megmérem ugyanolyan klinikai minőségben. Mennyi idő, amíg ez például nálunk elterjed? Közben megkaptam az EKG leletemet papíron, gyerekek. Csak mondom, gyerekek, hogy a saját EKG leletem, míg egy napot várakozol valahol egy kórházon, mire meg itt van a kezemben, hát ezt most már csak egy e-mail formájában tovább kell küldeni egy dokinak, aki azt mondja, hogy már nem sok van hátra. De hogy ha tényleg ilyen árkülönbségek vannak, akkor nyilván célunk lenne az, ez pillanatokon bekerüljön a magyar orvoslásba, meg a gyógyításba, hiszen milliárdokat lehet ezzel spórolni. Mennyi idő még egy ilyen átfut szerinted? Betegként, orvosként lehetünk bármennyire innovatívak, ha a döntéshozók nem döntenek ilyen irányban. Egy holland mentorom, Lucienen Kellent, most kérték fel arra a holland egészségügyi kormányzat, hogy töltsön be egy új pozíciót a holland kormányra, az a neve, hogy Chief Imaginer Officer. Az a feladata, hogy vizionálja a következő éveket a kormány számára, azokat, amiket valóban be lehet hozni a mindennapi gyakorlatba. Tehát ilyen döntésekre van szükség a döntéshozók részéről ahhoz, hogy ezeket be lehessen hozni az igazi gyakorlatba. Mm-hmm. Te mondjuk milyen alkalmazásokat használsz, mesélj egy-kettőt. Tehát van ilyen, én már láttam ilyet, hogy mit tudom én, a vérleletedet kielemzed, megmondja, hogy melyik a süllyedés, meg melyik mi, de miket használsz ez még? Ez egyik kedvencem, ez egy ilyen 1 centi átmérőjű kis ilyen vékony kör alakú eszköz. Igen, úgy néz ki, mint egy ilyen klipsz tulajdonképpen, amit a nők zsebemben hordom, azt méri, hogy mennyit úszom, futok, focizom, lépek, alszom, és megmondja azt esténként, hogy a WHO alapján, az egészségvilágszervezetnek a ajánlás alapján a mai aktivitásom hol van a várthoz képest, és még ilyen is menjek kifutni. Hogy ahhoz képest, hogyha el akarsz kerülni egy betegséget, akkor ő méri neked a napi mozgás mennyiséget, és azt mondja, hogy ha nem akarsz, mondjuk, mert van egy hajlam vagy betegséged, akkor fussál még le 1 kilométert, mert ő fejben tartja neked, hogy mennyit mozogtál aznap. Egészségesen is fontos dolog ez, meg van a napi várt aktivitás, amit a WHO elvár az emberektől, és ezt ő jelzi, hogy én hogy járok ebben. És ezt rárakod az okostelefon, és vagy a számítógép, és kielemzed valahol? Megmondja, hogy hol járok, kaptam egy díjakat a mai napon, tehát megmásztam elég lépcsőt, hogy inkább nem menjek mozgó lépcsőt, nem is járok azzal, hanem csak lépcsővel járok, mert tudom, hogy méri, és szuper érzés. Ő a te személyi edződ. Így van. Na most csak mutatom, ezt azért látni kéne tényleg, tehát egy ilyen fülbevaló nagyságú, kis nagyon jó barát, úgy néz ki, mintha két darab mágnest így egymásnak
ragasztottak, vagy összetapadt volna. Ugye, mint egy ilyen női nagyon fülbevaló. Reggel rácsipented az alsógatyóra. És este pedig kielemezteted saját magad. Van egy ilyen ez teljesen új, tehát ilyen, ez nincs klinikai forgalomban. Ezt a mellkassa lehet egy ilyen tapasszerűség, a mellkassa lehet helyezni, és ez most tud mérni vérnyomást, EKG-t, fizikai aktivitást, stressz szinteket. De, utána ezt kielemzi ki? Tehát én nem vagyok szaki, tehát azt, hogy megmérem magamnak, utána ezt én tovább küldöm majd a dokimnak, és ő ezt pedig kielemzi? Ez klinikai eszköz, tehát ez a felhőn keresztül elemzi ki csak szakemberek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez teljesen klinikai eszköz. Azért fejlesztették ezt ki, mert már most Amerikában van olyan klinika, ahol emiatt el lehet engedni a beteget egy nappal hamarabb a kórházból, mert ez többet mér, mint a kórházban lévő mindenki egyszerre. Tehát összekapcsolódik egy olyan szoftver, ami orvosokon keresztül fut, nem én elemzem, hanem beküldik az adatokat valahova, ott a szaki kielemzi, és azt mondja, rendben vagy egy kicsit lassítsál, gyorsítsál, vagy változtassál valamit. Így van. Hogy mennyire leegyszerűsödik majd ez a dolog. Utasd már, nem? Zseniális. Ez meg, hát ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy ilyen öntapadós matrica, az, ami most itt van a kezünkben. Ha ezt most fölragasztom, akkor te leolvasod? Ez most teljesen prototípus, tehát ez nem fog így még működni. De az eszköz, a technológia az tökéletesen megvan benne. Előfordulhat, hogy most egy nagyon vadat gondolok, de mondd meg, hogy van-e a realizálása a dolognak, hogy minden egyes magyar állampolgárról lesz majd egy ilyen egy kartoték, ami nyilván már nem kartoték, hanem mondjuk egy számítógépes rendszerben. Ezek az adatok folyamatosan áramlanak be ebbe a rendszerbe, és adott esetben mondjuk a betegnek be se kell mennie, mert az orvos látni fogja, hogy kinek milyen kezelése van szüksége, kinek mire kell figyelnie, és ő küld majd egy e-mailt, hogy kérem szépen, ezt és ezt kéne csinálni, erre is arra kéne odafigyelni. A megelőzés ezáltal mindennél fontosabb lesz. Ez a cél, hogy ne az legyen, hogy betegséget kezelünk, hanem már az egészséget is kezeljük, tehát hogy egészségesen tartjuk magunkat. Most nem ez történik. Most akkor megyünk orvoshoz, hogy a betegségünk, tünetünk van. Általában akkor már késő. Miért nem úgy élünk, hogy teljes felelősséggel egészséges életmódot követünk, ráadásul az adatok alapján jelzi azt nekem a rendszer, hogyha ilyen és ilyen az én életkorommal, nememmel bíró emberek ilyen életmódot követve ide is jutottak végül, tehát nekem már most kell lépnem ahhoz, hogy az egészségemet meg is őrizhessem. Eljuthatsz ez oda mondjuk, hogy egy sztrókot előre jelez? Hogy azonnal menj orvoshoz? Vagy tehát valami olyat, ami ugye általában az emberek életét igen komolyan befolyásolja, nem számít, azt rá egyszer csak történik valami. Lehet az, hogyha egy ilyen kütyű rajtad van, vagy a zsebedben van, akkor szól, hogy azonnal irány a kórház, mert baj lesz? Nem akarom beszélgetést elvinni futurisztikus irányba, de már most láttam olyan technológiát, ahol nanorobotok fognak élni a vérünkben, és nem, hogy akkor jelzik, amikor baj van, akkor jelzik a betegséget, amikor még fel sem merült, még tünet sincsen, csak ők biomarker szinten már mérik ezt a vérben. Nanorobot beleraknak az emberi nanorobotok. NASA-nál láttam ilyen technológiát, azt tervezik, hogy amikor valakinek infarktusa van, akkor a robotok ezt érzékelik, mentőt hívnak, és közben oxigént bocsájtanak ki, hogy életben tartsák. Nem, már. Ez nagyon durva futurisztikus, de te láttad, hogy 50 év a múlva. A technológiát láttam hozzá, és efelé nem 50 év, itt már 5-10 évekről beszél. A technológiában tehát belénk raknak valami pici szabad szemmel alig látható valamit. Az érzékel valamit a testünkben, és ha nekünk mondjuk van egy sztrókunk, akkor ő a testen belül megpróbálja, amíg a mentő meg az orvos oda nem ér ügykezelni? Abszolút. Gyerekek, orvosok ezre is sikítoznak most, akik a... Tehát látják, hogy úristen, már telefonált egy doki, aki egyébként elmondta, Annával beszélt, hogy a zsúrkocsinak titulált szerkezet, ugye finoman felhívja a figyelmünket arra, hogy sokkal több mindent mér, és hogy már egy nem zsúrkocsi, ez egy másfél kilós az EKG gép, tehát a zsúrkocsi azért az több mindent mér, ez ugye csak szívritmus. Tehát itt már azért... Fontos az ő pozíciókat, az orvosok pozíciót megőrizni, mert hogy nekik ez hatalmas segítség lesz, hogy a beteg partnerként jön, nem kell mindent feleslegesen elmagyarázni, érti a kezelést, betartja a kezelést. Tehát az e-paciens orvos partneri viszony az elképesztően előnyös, vannak rá tanulmányok, tudok százen tanulmányt hozni, orvos számára is, meg beteg számára is. Tehát itt vagy veszi az orvos alapot, és elkezd ezeken technológiákán érdeklődni, befogadni, nyitni feléjük, vagy lemarad tulajdonképpen? Én azt mondom a évi századásomon nekik, hogy jobban járnak, hogyha engedik azt, hogy én segítsek ezen a küszöbön átlépni, mert az e-paciens cunami fogja ezt tenni, az szörnyű lesz. Mondjuk gyerekek, hát a magyar egészségügyet azért ismerve, mire ez az EKG bekerül, addigra a most fiatal dokiknak ezzel még nem kell foglalkozni. Meg hát azért ez, ugye nem is azért, hát ez lassan megy át, szóval azért a hagyományok, meg nem tudom az eszközök, szóval hogy azért nem tudnak olyan gyorsan változni, nyilván ha olcsóbb lesz és praktikus, akkor igen. Klinikai vizsgálat kell mögé, tehát ezért is lassabb a folyamat maga, de én nagyon optimista vagyok, be fog jönni az igazi gyakorlatba. De honnan tudom, hogy egy oldal hitelese vagy nem? Tehát én laikusként oldalt használok, annyi szemét van az interneten, annyian gyógyítják magukat félre. Én megértem az orvosokat, akik azt mondják, hogy ne az internetről gyógyítsd magad, mert hülyeségeket írnak,
önmagukat doktornak tituláló mindenféle áldokik, meg nem tudom, írogatnak az interneten. Tehát a laikus az sokkal többet árt most még, ha fölmegy az internetre, mint amennyit használ, nem? A fals információk aránya az ilyen 70% körül van. Hát szerintem több. Sok a szemét. Nagyon sok a szemét. Ezért gondoltam azt 2018-ban, kell egy weboldal, ahol mindenki hozzáfér a saját betegségének, szakterületének, abszolút minőségi, kurált, szakemberek által kézzel válogatott forrásaihoz, legyen az híroldal, Facebook csoport, bármi, ami videócsatorna, bármi, ami hasznos, de szakemberek által kurált. A webicina.com-on ezt csináljuk most már 140 témában, 21 nyelven, magyarul is. Mondtál, vagy beszélt egy olyan intelligens orvosi székről, amikben ha beleülünk otthon, akkor paramétereket mér és értesíti az orvost. Ez is a jövő, vagy ez a közeljövő? Én nem mondom, hogy minden ilyet támogatok, de ilyen technológia már Japánban ezt megcsinálták, a tavaly nyáron jött ki. Valóban alap dolgokat tud mérni, vérnyomást, égkávét. Beülök egy székbe, és akkor ez úgy is néz ki, direkt erre mentek rá, hogy ez egy ilyen high-tech-nak tűnjön. Nem ez az igazi célja az orvosi gyakorlatnak. Van egy Google Glass, ugye ez a szemüveg, ami szintén egy fejlesztés, az orvos elnéz egy laborleletre, és a szemüveg automatikusan megkeresi, felajánlja a normál paramétereket, ilyen ez is van? Egy legjobb barátom, Rafael Grossman, sebész Amerikában, és ő volt az első, aki szemüveggel műtött, tehát maga szemszögéből tudta felvenni videóra azt, amit lát. Engem augusztus elején hajnal 2-kor az én időm szerint hívott fel, azonnal üljek a géphez, mert most kezdi az első műtétjét élőben streamelni. Én mondtam neki, hogy az ilyen videókat nem emberek kutatják majd a hibák után, hanem az IBM Watson szuperszámítógép, és fognak találni majd javulási lehetőségeket. Akkor neki ott fut egy program, és látja, hogy tud összehasonlítani dolgokat? A szemüvege jobb egyharmadának látóterében látja az internetről kapott információkat, igen. Jézus. Hol tartunk? Kicsit, mint a Terminátor. Kicsit, igen, ez már, kicsit már ez ilyen jövőszerű. Én nem szeretném, hogyha mindenki, vagy megijedne bárki, hogy milyen futurisztikus technológiák jönnek felénk. A cél az, hogy látni kell, hogy ezekből cunami méretben fognak jönni felénk ezer meg ezer számra egyre olcsóbban, de tudni kell őket behozni az igazi hasznos klinika gyakorlatban. Az elképzelhető, hogy például ez az EKG, ez az egyutas EKG mondjuk kikerül úgy a közforgalomba, hogy az átlagember is hozzáférjen? Tehát anyám, akinek pacemakere van, és mindig izgul, neki lesz otthon egy ilyen, és amikor érzi, hogy vacakol a cucc, akkor csak megfogja, és megküldi is az orvosnak. Ez lehetséges út? Az eszköz másfél éve egy telefonnal működött, fél éve bármilyen telefonnal, és csak Amerikában vette meg orvos. Szerintem jövőre bárki megveti bárhol. Tehát látszik az íve ennek a fejlődésnek. Hát meg egyébként mondjuk el, hogy az okosórák egy része már gyakorlatilag ugyanebben az okosórákra történő fejlesztésük egy része már ebbe az irányba megy. Azok is mérnek már pulzust, azok is szednek össze különböző adatokat a te egészségi állapotodról, azok is működhetnek személyjegyzőként. Így, mert nem az a kérdés már, hogy lesz-e ilyen technológia, mert a sorot egész nagy csoportot fogunk ebbe látni. A kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk behozni az igazi hasznos gyakorlatba, beteg meg orvos oldalról is egyaránt. Kérdezi valaki, hogy cukros vagyok, olvastam el, hogy kifejlesztettek egy kontaktlencseszerű vércukormérőt. Itthon mikor lesz elérhető? Ez létezik? Valóban, digitális kontaktlencse és könnyebből tud vércukorszintet mérni. A technológia, a technológia az készen van rá, még nincsen forgalomban, de hamarosan lesz. Tehát berakom a kontaktlencsét, könnyezik a szemem, és ő szól, ha mondjuk magas a cukrom. És Bluetooth-on keresztül kommunikál a telefonnal, hogy pontosan hogy áll a vércukorszint. Mi van? Nem fér bele egy Bluetooth. Berakod a kontaktlencsét, méri a könnyebet, és a könnyebről neked a telefonra lehozza az adataidat, hogy áll a cukrod. Ez készen van, igen. Ez készen van. Ez készen van. Aha. Tehát ez nem futurisztikus, ez van. Az a kérdés, hogy be tudjuk-e hozni, meg hogy milyen veszélyekkel. Ennek az egész rendszernek számtalan veszély van egyértelműen a rossz online információtól kezdve, addig, hogy elkezdünk minden kütyüt használni feleslegesen. Én azt gondolom, hogy azt fogjuk itt is tapasztalni, amit az okostelefonoknál láttunk. Tavaly volt az első év, hogy a letöltött orvosi alkalmazások száma csökkent. Tehát végre ezen a high pont túljutottunk, mindenki mindent kipróbált, szuper, és elkezdünk használni észszerűen alkalmazásokat. Ez lesz ebben is. Van egy nyálteszt, amit hoztál, az micsoda? Ez egy genetikai teszt, nekem három ilyen kaliforniai genetikai tesztem volt. Online lehet megrendelni a tesztet, mint genetikus mondom, hogy még nem hasznos maga tudományosan, de ki kell próbálnom, mert miért ne. Ezt kaptam egy mintavételi csövet, leírták azt, hogy nyálmintát kell adnom, 10 milli nyálat. Ez bármilyen furcsa hangzik, de ez abszolút kívás. Tehát ez elejétek, hogy fél órával a nyálmintavétel előtt nem ehetek, nem ijatok, nem rágoztok, nem is lehet levegőt se venni. Úgy azért igen. 10 millió nyálat adni az 40 perc. Szóval az tényleg egy igazi kívás volt. Nyálminta, rátettem a kupakot, egy folyadékot bele engedett, ami a DNS-emet megőrizte, visszaküldtem csomagküldőszolgálattal, és három hét múlva kaptam az eredményemet, hogy a DNS-em alapján milyen betegségre mondanak, milyen hajlamot. De most, mint genetikus mondom, ez még a technológia miatt nem annyira hasznos. És kérdezték, akarok-e beszélni genetikai tanácsról, mondtam, hogy hát hogy ne. Genetikusként kíváncsi voltam,
És azt mondta a tanácsadó, hogy úgy látszik, hogy tüdőrákra 1%-kal magasabb esélyen van, mint az amerikai populációnak. Mondtam, hogy fantasztikusan fontos eszköz vagy információ az nekem. Kérdeztem, mit tehetek. Mondta, hogy 4 dolgot tehetek. Egészséges életmód, sok testmozgás, ne dohányozzak és ne igyak alkoholt. Mentünk tovább, előtt egy másik kórkép, diabétesz, azt mondta, hogy ebben 2%-kal magasabb az esélyem. Kérdeztem, mit tehetek. 4 dolgot tehetek, egészséges életmód, fizikai aktivitás, nincs dohányozni, nincs alkohol. De hogy mondjuk 10 év múlva én elküldöm a nyálamat valahova, és megkapom, hogy hajlam, nem tudom, genetikailag DNS, mondjuk a prostatarák, vagy a szív, vagy bármi, és akkor oda tud az ember figyelni, és lemagolaj, tök magolaj. Tehát el tudod kezelni. Négy dologra tudsz majd odafigyelni, egészséges élet majd. Na jó, de mondjuk azt mondják, hogy neked 10%-a magasabb a prostata, akkor elkezdesz tök magad, lemagolt, stb. Hát az stb. Amiket ugye tudsz enni. Annyira, hogy már lehet anyai vérből magzati vért kinyerni, és majd DNS is kinyerni. Tehát meg lehet mondani születés előtt azt, hogy milyen genetikai háttere van a később születendő gyereknek, valának. Izlandon mindenkinek megvan a genetikai, a géntérképe. Tehát ez minden embernek megvan. E felé tendálom minden szempontból. Eddig az, hogy egy embernek a teljes géntérképét meghatározzák, az milliárd dollárba került a Human Genome projekt kapcsán. Az elmúlt években már 400 millió forintokért árulták. Az enyém az ilyen pár százezer forintba került árban. Megyünk lefelé, szerintem ingyen lesz pár éven belül. Az elemzés lesz drága. De maga az, hogy az adatomhoz hozzáférjek, mert jogom van hozzá, az ingyen lesz mindenkinek. Figyelj, csak azon gondolkozom, hogy te 29 évesen hogy értél el idáig? Tehát, hogy 4 évesen kezdted, vagy 6 évesen már publikáltál? Tehát azért 29 évesen érted? Itt egy 50 éves dokitól hallanám, hogy egy 29 éves csokit magyaráz nekem mindenféle cuccokról, nem? Hát azért így kikerekedne a szemem. Tehát ezért hány évesen kezdted? Én tudtam 6 évesen, hogy orvos genetikus leszek. Igen? Igen, de... Amikor... Szörnyű gyerekkorod lehet. Kimondtam. Ez egy gyerekem 5 éves, és nagyon szeret traktorozni. Sok. Igen. És még nem mondta, hogy apa orvos genetikus leszek, és ezt nem is bánom. Ideje korán felnőttél. Most már 10 éve foglalkozom nagyon masszívan ezzel a technológiai orvoslás kapcsolatával. Tehát 19 évesen? Így van, 6 év oktatok Debrecenben és Semmelweisen. Stanfordon csináltam most tavaly mesterkurzus, tehát szépen így alakítani a dolgokat, mert szeretném, hogy ez a tudás elérjen mindenkihez. Amikor kaptam egy e-mailt egy londoni orvostól, hogy mondjam meg, hol van a Nagyvárad tér 4 a Semmelweisnek az emeli tömbje, mert ő eljön minden héten a londoni praxisából, csak hogy végelje a kurzusomat. Éreztem, hogy kell egy online formátum, ezt tavaly megcsináltam, ez egy online globális kurzus, ingyenes mindenki számára. Teszteket lehet végezni, kapnak érte plecsniket, a végén pedig jár bizonyítvány, hogyha mindent ezt elvégzett valaki. Azt évvel, hogy szóljatok már a srácnak, hogy kezdjen el picit a magyar focival is foglalkozni. Ja, igen, hát ha valamit lehet. Van még valami kütyű, amiről nem beszéltünk, és meg lehet említeni, hogy olyanokat olvas az ember egyébként, itt a genetikai tesztek, a székek, meg mindenféle. Nagyon fontos kérdés van, Ágitól érkezett. Igaz, hogy a terhességi teszt kimutatja a prostatarákot? Ami azért érdekes, mert Ági kérdezi. Tehát, hogy vannak egy dolgok nekem, azt mondta a tanácsadó, tegnap beszéltem vele az új genetikai tesztem kapcsán, hogy mondta, hogy van Leiden mutáció, egy véravarázs zavarom van, és két dolgot tehetek, ne hízzak el, és ne legyek terhes. Mondtam, hogy a másodikat biztosan tudod vállalni. Na jól van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, reméljük, hogy akkor ezzel minél előbb találkozunk már a hétköznapokban. A kis másfél kilós EKG gép helyett ezzel nagyon érdekes dolgokat mondtál. És irigylésem méltó az, ahol eljutott, de mondjuk picit sajnálunk amiatt, hogy téged valószínűleg Czeisellel altattak, és nem Lázár Ervinnel, de... Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, dr. Meskó Bertalan, orvos jövőkutatóval. Beszélgettünk 8:09, jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan, 9 óra, hello mindenkinek. Hát mi még itt beszélgettünk Bertalan itt kint, hogy még milyen technológiák vannak és mik jönnek, de ömlik belőle az információ. Elképesztő, hogy miket mond. Tehát ugye itt elmesélte még ezeket a kis nanorobotokat, amiket adásba is, hogy azt mondja, hogy a NASA kb. 10 év, mire szeretnék forgalma bocsátani, hogy a kanadaiak például dolgoznak egy olyan kis műszeren, ami ha neked már a telefonodban benne lesz a géntérképed, akkor egy ilyen spektroszkópos ugye fény alapján megnézed az adott kaját, amit te készülsz megenni. Feri, ezt jó, ha te na is most tudod. Menjenek a kisába, de komolyan. Na most van elegem. A genetikai térképe egy fényel megmondja neked, hogy mennyi kalóriát tartalmaz az adott étel, és a genetikai térképed alapján neked egyébként jó, ha megeszed azt a hamburgert, vagy ezt az olajban sült krumplit, vagy nem. És akkor szépen így kielemzi neked a fény is, hogy ez itt pár éven belül ez is forgalomban lesz. Tehát, hogy ilyenek vannak, és ezt vagy tudomásul veszed, és elkezded használni, vagy előbb-utóbb elmegy mellett a világ, egy mellett, amit kell tőle megijedni. Menjen el. De hogy nagyon komoly fejlesztőkkel, tudósokkal beszél, hogy 50-60 év múlva a robotok hogyan és miképpen fogják irányítani, és hogy azt mondja, hogy igen, nyilván a robotok fogják, de hogy a robotok is a mi gyerekeink lesznek, de hogy valószínűleg a robotok nagyon sok mindent átvesznek. És hogy annyira gyorsan megy a technológia, ugye erről beszélgetünk, hogy egy pillanatban magát az evolúciót már a technika elhagyja, és gyorsabban fog fejlődni, mint amennyit effektíve képesek vagyunk befogadni. Nem tudsz elmenni majd vacsorázni egy rendeset, mert viszed a spektrosz mikroszkópodat, amivel nézed a izét. Boldog tudatlanságot akarok, úgy akarok
enni, hogy nem pusztulok bele, hogy úristen, most akkor mindjárt meghalok, ha ezt a falatot hát az ilyen, az ilyen makkarcsi, régi módi maradi vaskalapos emberek miatt lesz az, hogy majd viszed magaddal a kis karkötődet, mert az egész akkora lesz, és kapsz majd egy áramütést, ha hozzá akarsz nyúlni, ahhoz ne, a kaját. Fogom térni. Mi föld alatti, nem lehet beszélni, Feri, mert egy csökönyös vagy. Mozgalmat fogunk indítani, mi, akik még hiszünk így a kalbászban, meg csülökcsapat, hajrá! Csülökcsapat, vonuljunk vissza, illegalitásban fogunk vacsorázgatni. Nem, azt gondolom, itt az az érdekes, hogy szóval, hogyha létrejönnek azok a dolgok, amikről ő beszél, már pedig igen, akkor ugye itt az mindig a nagyon fura, hogy lesz a társadalomnak egy bizonyos rétege, aki ezeket meg tudja venni, meg tudja fizetni, ezen réteg elkezd tökéletesedni, egyre jobban lát, egyre jobban hal, majd egyre egészségesebb, egyre erősebb lesz, és létrejön a társadalomnak az a része, akik ugye ezeket nem tudják majd megvásárolni, nem tudják beszerezni, lemaradnak fizikailag, lelkileg, mentálisan, mindenhogy, és egyre nagyobb lesz a szakadék a két társadalmi réteg között, és ugye létrejön majd a szuperember, amiről itt beszéltünk, például Bertalan elmondta, hogy volt a NASA-ban egy olyan helyen, ahol ráadtak egy olyan kart, ami ugye 60-70 kilót úgy mozgatott, mintha ő saját erőből mozgatná. Hogy ilyeneken dolgozik a NASA. De ez mondjuk ez már egy ilyen viszonylag régebbi működő dolog, de hogy ezt ő kipróbálta, hogy megfog is, és ugye az amerikai katonákat is ilyen eszközökkel próbálják felszerelni. Ezek az úgynevezett exoskeletonok, ilyen, igen. Ezek a robotruhák, mondok egyébként mellé egy ilyen nagyon érdekes, ilyen ironikus dolgot, hogy például Japánban ezeket az exoskeletonokat egy olyan cég gyártja, aminek az a neve, hogy Kiberdi. Milyen érdekes, ugye? És hogy például az, ha mondjuk ez mondjuk 50 vagy 60 év múlva, csak nem mondjuk nagyon sok, mondjuk 50 év múlva te ezeket már saját magadnak meg tudod vásárolni. Mert kereskedelmi forgalomba kapható lesz, és a saját fizikai erődet tudod felturbozni, de közben lesznek olyanok, akik nem, és ugye egyre jobban látsz, mert beraksz olyan kütyűt, egyre jobban hallasz. Tehát, hogy itt hogy milyen mélységei vannak még ennek igazából, nem? Ebben az érdekes, hogy mekkora leszakadások lesznek ott, hogyha majd. Meghúzzák majd a tecsóba autónkat parkolás közben, ott gyorsan intézem, hogy az erőkart fölkapod a kis rád, és most a legtöbb ember azt mondja, á nem, meg ezt erről a világról nem akarok tudni, meg ez nincs, meg jó ez, ami most van, közben pedig de van. Ugye semmi nem örök, csak maga a változás. Ez úgy fog elsöpörni bennünket, ha nem veszed föl ezzel a tempót, mint a húzat. Érdekes, nagyon izgalmas vendégünk volt. Az egészségedről, az életedről, a szeretteidnek az életéről, meg egészségről van szó, akkor igenis bele fogsz ebbe a dologba lépni, igenis foglalkozni fogsz vele, igenis akarod majd, igenis meg akarod szerezni, igenis akarod használni. Igen. Mert tovább akarsz élni, és teljesebb életed akarsz élni. Sokan kérdezik Bertalan weboldalát, linkeljük a Facebookra és a morningshow.hu-ra. Azt mondta egyébként, hogy a weboldalán, amit mindjárt felteszünk, fent van, hogy mik azok a kütyük, amik már most megvásárolhatók bizonyos cégeknél. Érdemes, egy kicsit van magyar weboldala is, magyar nyelvű oldala is, angol nyelvű weboldal is, tehát nézzétek meg, nagyon, nagyon izgalmas dolgokat mond, tényleg nagyon érdekes. Na, hármasugrás játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló! Szia! Hello István! Sziget-Szentmiklóson. Már mondod is, nem is kell kérdeznem. Sziget-Szentmiklóson hallgatsz minket, igen. Hentesként dolgozol, ahogy látom. Igen, egy konyhán, de ilyen, hát így a lányoknak dolgozok föl mindenféle. Legjobb van egy 2-3 méteres kis helységem, és itt bent. De most akkor nincs segítséged, egyedül dolgozol. Igen, teljesen. Teljesen. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Picit nehezebbek. Nehezítettél? Igen, kiindulva abból, hogy az a baj, hogy rengetegen használok internetet, és most sajnos így a sors fintor az, hogy nálad meg nincsen internet, de hogy rengetegen... Hát nálam semmi. Jön a kérdés, bepötyögik, enter, azt már jön is a válasz. A hármasugrás ajándékai pasztartó az első kérdés, után egér alá tét vadonatúj aláírható, egyébként alá is írjuk, nagyon klassz, és a Morning Show óra, ami újra hatalmas láger, ez egy konzerv dobozból kinyitható óra, nem is kell teljesen letépni a tetejét, csak így félig letéped, jól kell beletenni az elemet, mert az óra csak akkor jár jól, nagyon high-tech egyébként, hogy tudja, rosszul van, mert az elem. Én órafán vagyok egyébként, tehát én nagyon szeretem az órákat mindenféle formában. Nagyon jó, mágnes vagy hűtőre is rakhatod, falra is föl lehet rakni, illetve lába is van, tehát háromféleképpen lehet tárolni. Neki menjünk? Hát próbáljuk meg. Meglátjuk, meddig jutsz. Na figyelj, így szól az első kérdés dedikált Klassz FM-es Morning Show-s pasztartója. Hogy nevezték a Rákóczi szabadságharc idején a Habsburgok magyar híveit? Labancok. Is van. Kurucok voltak a más, igen. Így van. Hát a rendesek voltak a kurucok. A közkeletű infóval ellentétben nem az osztrákokat hívták labancoknak, hanem igen, Habsburg párt, a magyarokat. Igen. A hazárulosz. Na, mehetünk tovább? Majdnem csúnyát. Mehetünk. Morning Show-s dedikált egér alá tétért, így szól a második kérdés. Melyik sportág olimpiai bajnok a Majoros István?
Birkózás, így van. Jó vagy. Jó vagy. Nem is annyira friss a kérdés, mert abban a szempontból, hogy nem most lett olimpiai bajnok. Igen, tegnap írtam. Szép a megfejtés. Igen. Szép, talán 2000 vagy 2004, mikor? Valami 2004 Athén. 2004, igen. Oké, mehetünk a harmadik kérdésre, hogy állj meg és viszed az egérrel átétet és a pasztalt. Nekem az óra izgatja a fantáziámat, úgyhogy szeretném. Ez nem kérdés egy hentesnek, ez nem kérdés. Nyomjad, meg tudod csinálni. Hát szerintem nehéz a harmadik kérdés, méghozzá elég nehéz. Nagyon nehéz kérdés. Ez csak etetés, ne hagyd magad. Oké, etetés, ne hagyd magad, oda fogunk csapni, mi húsosok. Menjünk? Bánja fele, megpróbáljuk. Így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik a naprendszer legnagyobb bolygója? Bocsi. Ne kapkodj, bolygó. Hát, most a gázbolygó is bolygó? Hát bolygó, persze, hát nem segíthetünk az többen. Jó, ide jó vagy. Hát akkor az a Jupiter. Jó, ez nem volt egy könnyű kérdés azért. Nagyon-nagyon ügyes volt. Jaj, bocsánat, de közben a konyháról beszaladtak is. Hallottuk. Sikíts te állat. Igen, ebből mindegy, hogy gázbolygó vagy kőzetbolygó, ugye kőzetmaggal rendelkezik. 2,5-szeres a tömege az összes többi a naprendszerben találkozott bolygójának a legnagyobb. Tisztában vagyok vele, mert ez a másik mániám a csillagászat. Na tessék, illetve a birkózást is kedveled, valamint nagyon szereted a tenkes kapitányát. Kiszalad be. Én minden evő vagyok. De jó, kiszalad be hozzád István, kiszalad be. A párom, aki a konyha főnök egyébként. Aha, hát ez egy ilyen kis családi munka. Meg alá dolgozol, mi? Igen, ügyes vagy, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2:09, mondjad? Csak hogy az első óra gazdára talált. Igen, tényleg, az első. Szóval volt még. Igen, igen, és ráadásul egy nagyon szép megfejtéssel. 2:09, pontosan 9:00 jövünk a hírek után. 4:10 lesz, pontosan 2:00. A morningshow.hu-n vissza tudjátok hallgatni a beszélgetést, érdemes. Egyébként többen kérdezik, hogy hol lehet. Ugye dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgetünk, hát hogy ő apostrofálja magát. Így, ugye, hát több mint 5 millióan olvassák a blogját, rendszeresen tart előadásokat a Yale-en, Stanfordon és NASA-tól is kap mindenféle kütyüket. Érdekes dolgokról beszélgettünk itt, közben orvosok telefonálnak, meg magyar fejlesztő cégek, hogy szeretnének ők is megszólalni. Ezt a témát lezártuk, aki szeretné, nyugodtan hallgassa vissza, de célunk majd még természetesen, hogy megszólaltassuk. Itt mondom, 12 percen keresztül még mondott nekünk érdekes dolgokat, hogy mik vannak még, itt az ember tényleg szájtátva hallgatja, a morningshow.hu-n meg tudjátok ti is hallgatni a beszélgetést, Bertalan pedig lesz még a vendégünk majd, és akkor további érdekességekről faggatjuk. Jó dolgokat mondom. Nagyon nem? Bocsánat. Majd ezt is majd fejleszi, majd később. Ez a mikrofon állványom, csak egy kicsit lecsúszott. Budakeszi úton kékruhások adománygyűjtést végeznek az éhező költségvetésnek. De szép! Hát milyen szép megfogalmazás ez. A trafizó rendőrökről. Adománygyűjtést végeznek az éhező költségvetésnek. Ez egy gyönyörű megfogalmazás, megérne egy naphallgatója címet. M3-oson a 156-os kilométernél aszfaltoznak, félpályás az útzár, ezt Pisti küldte nekünk. Ülő és József körút sarkán trafik van, vigyázzatok, mutyiznak, írta Gergő. Láttatok a Nő című filmet? Megnéztétek nem, már? Nem. Sose tudom a nevét, hogy Joaquin Joaquin, a Phoenix, ugye 600 féleképpen hallottam már Náva Janitokótól kezdve, mindenki más, hogy mondja. Én Joaquin Phoenix, én csak így mondom, igen. Vagy Joaquin. Igen, a spanyol ajkóak meg a portugálok szerint a Joaquinnak. Joaquin, 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 minden, hogy mondod. Pontosan egy ilyen világot elemező is, és érdemes tényleg nézzétek meg, fantasztikus állás, szerintem inkább moziban, mert az élmény nagyon jó. Valamikor a jövőben játszódik, de nem mondja meg, hogy mikor. Kapott egyébként Oscart a legjobb díszlet miatt, szerintem valahol Szingapúrban vették föl, vagy valahol Ázsiában. Olyan operációs rendszer, erről már meséltem kora reggel, ami már ugye megtanulja a beszédet az emberrel, ami szintén egyfajta ugrás lesz majd, hogy ezt meg tudja az emberiség ugrani. És az operációs rendszer beszélget veled, és egy magányos pali, aki túl van egy válláson, megveszi ezt az operációs rendszert, Bertalan azt mondta, hogy lenne ilyen, ő lenne az első, aki megvenné. Ott is nagy a baj. Samantának hívják az operációs rendszert, Scarlett Johansson egyébként a női hang, nem is adják szinkronizálva. Akkor én is megvenném, mi lennék a második. Szenzációs hangja van. És túl vagy a válláson, kicsit elidegenedtél a világtól, antiszoc lettél, nem akarsz kimozdulni, és megkapod a saját nyelveden veled minden pillanatban jól kommunikáló operációs rendszert.
És a kapcsolatotok egy adott ponton túlhaladva, egy kicsit az erotikától, hát hogy is mondjam, átszelleműve elkezd egy érzelmi viszonyként működni. És meghúzod az iPhone-od, a gyönyörű sztori. De nem, mert közben egyébként nyilván elsőre persze azt mondod, hogy mekkora baromság, de közben a filmben azt látod, hogy szállnak ki emberek a metróból, és semmi más nem történik, mint hogy már mindenki a saját telefonjába beleűrülve, ami már most is van. Belépsz egy közösségbe, azt látod, hogy 6 ember a saját okos telefonját nézi, a Juli vagy az Anna jött ide be hozzánk. Tegnap a szerkesztőségi szobában, és mondta, hogy úristen, de jó hozzátok bejönni, 4 ember a saját telefonjába belehűlve nézett mindenféle adatot, senki nem beszélgetett senkivel. És ezt látod, hogy az emberek kilépnek a metróból, és a saját oprendszerükkel, a saját Samantájukkal, a saját Peterükkel, úgy, hogy akarod, beszélgetnek, kvázi társas kapcsolatba kerülnek. Magányosak, nincs már más az életükben, nincsenek barátaik, nem is vágynak nagyon, és megold minden neked az operációs rendszer. Átnézi a leveleidet, leszervezi a beszélgetéseidet, a meetingédet, mindent, de közben elkezd iránta érezni. És szerelmes lesz a saját oprendszerébe. Gyönyörű a film. Gyönyörű. Oh. És egyébként dermesztő az egész, hogyha ezt megugorjuk majd, hogy ez létrejön, hogy számítógépes agyak beszélgetnek velünk, akkor onnantól kezdve hány embernek lesz ez valójában a legjobb barátja, mint hogy most hány embernek a legjobb barátja a Facebook, ahol vadidegenek lájkokat küldenek, és akkor te szerethetőnek érzed magad, mert most 6-an lájkolták a te posztodat. Mi van? Szeretett bombonokat veszel el egyébként teljesen hülye, hazug módon, és 8-an lájkoltak, akkor te azt érzed, hogy szerethető vagy. Rohadt nagy csapda. Nem is Facebookozom. Amikor aztán valami olyasmit teszel fel, ami már kevésbé szerethető, ugyanazok az emberek, akik tegnap még lájkoltak, és a barátaid voltak, aznap már az ellenségei. És a tegnapi megszerzett önértékelésed, amivel jól voltál 3 órán keresztül, a ma megszerzett, vagy a ma elutasítottat pedig ugye az önértékelésed beborulván azonnal egyfajta, hát nem is tudom, ingoványos talajra téve, de eltűnik a tegnapi megszerzett önértékelés. Hogy mennyire... 100 pozitív poszt után jön egy negatív, így és van. Abban a pillanatban minden le van rombolva. Hogy mennyire nagy csapda a külsőségekből összetenni a saját önértékelésedet, mennyire saját magadból kellene fölépíteni a saját világodat. A Facebook legnagyobb csapdája szerintem pontosan ez. És ott is ez a pali beleszeret. És nem mondom el, mi a vége, 2 órás a film. Lemerül. Lefogy az jó szél. Samoncsa, beszélj hozzám. De hogy tényleg egy ugrás, hát nézd meg, hogy te péntek este bekapcsolsz egy tévéműsort, és 8 barátod fönt van a fészen, és nem kell már sehova elmenned, csak együtt Facebookoztok, és kirőhögitek azt a tévéműsort. Nem együtt nézitek, eltűnik ez a fajta közösségi élmény. Na és a pali beleszeret ebbe az oprendszerbe. De nagyon fantasztikus film, nagyon tetszett nekem. Nagyon lassú, tehát álmosan nem megy, mert bealszol, viszont egy kicsit átszellemült, zseniális. Fú, nagyon jó. Mindeközben a néhány maradék sejt föld alatti kocsmában fölcsöket fog inni, és ott fekete vágáson elejtett disztók húsát fogjuk enni. Nagyon helyes, ez is kell, amíg majd fel nem számolunk benne. Mi ott a másik oldalon. Na mindegy, tényleg nézzétek meg. Mert nem fogtok kiszállni az autótokból az erdő szélén, csak azért, hogy elkapjatok minket majd fönt a barlangoknál. Igen. A Spike Jonze csinálta a nőt? Azt hiszem a Spike Jonze, aki egyébként Jackass-t rendezett, meg gördeszkás videókat csinált, és aztán volt egy-két nagyon-nagyon jó film, amit nagyon kedvelem, aztán egyszer csak ezt így megcsinálta, és ő írta a forgatókönyvet is, ami nagy szó, ugye, tehát nem egy könyvből vették át, meg adaptált forgatókönyv, hanem ő ezt így kitalálta, ezt a világot magának. Szenzációs helyszíneken játszódik, valahol érzed, hogy nagyon a jövő, de közben meg ott vannak már a városban az emberek, és mindenki az oprendszerével beszélget. Jó kis világ. Ha neked lenne egy ilyen szamantár, nem mondd, hogy nem. Nem mondd, hogy egyébként lenne egy... Tehát ha most elképzeled, hogy beütsz a kocsiba és dumálsz a kocsiddal, nem örülve ülnél be a kocsidba, vagy reggel a számítógépet fölébresz, és azt mondja, Balázs, kelj föl, ma látom a bioritmusodat, jó napodban, menj el futni, ne felejtsd, de 10-kor van egy értekezleted. Nem mondd, hogy utána délután 6-kor nem dumálnál vele megint egy fél órát, dehogy nem. Tehát, hogy ennek vannak fokozatai. Hogy azt mondja, Jani, ne felejtsd el, megnyitott ma a kedvenc cukrászdát. Szeretnéd, hogy szól neked. Szeretné, örülnél, és azt mondja, 10 órakor meg volt beszélni, hogy beszélgetés a Balázsról, de ne felejtsd, mert délre van egy találkozó. De egyébként átnéztem a leveleidet, ma semmire nem kell válaszolnod, mindent megválaszoltam helyetted. Az a baj, de ez a rész, ez jó, csak a maradék időt, amit ő megspórolt neked, az baromságokra fogod használni, azt arra fogod használni, tehát hogy egy operációs rendszerrel beszélgetsz. Az, hogy megnézi az e-mailt, és azt mondja, hogy főnök, nyugi, ma semmi dolog nincs, csinálj azt, amit akarsz, az oké, de nem, ez, az a baj, hogy nem jó használod az de időt. De szerintem nem sejtjük, hogy hány olyan ember van, és mennyi, vagy exponenciálisan hogy nő majd a számuk, aki már antiszociális, nem akar közösség.
közösségbe menni, fél kimozdulni, elidegenedik a társadalomtól, otthon van, az magányos, egyedül van, hogy hány ilyen ember van, és ezeknek mekkora segítség lenne majd, vagy lesz majd egy ilyen oprendszer. Ha nem, nem vezeti pont, vissza a társadalomba. Meg ha pont nem azért van elidegenedve a társadalomtól, mert ezektől a dolgoktól irtózik. De a Palinak segítség, mert túl van a válás után, totál antiszoc, és újra kivirul, és újra elmegy egy vidámparkba, és úgy megy el a vidámparkba, hogy egyébként az oprendszer feladatokat ad neki a vidámparban, menj oda, lőj a céllövöldével, és elkezd a Pali élni, szenzációs színész egyébként, és jól érzi magát. És azt látod, hogy egy a válás után megtört ember újra mosolyog. Miért? Mert az operációs rendszere örömet okoz neki, mert nem vágyik igazi kapcsolatot. A gyerekeimmel, neked... meg a barátaimmal megyek el, érted a vidámparkba. Értem, persze, hát de baj, nem mindenkinek eljutsz. Vannak gyerekei, nem mindenkinek vannak barátai, tehát ez nem egy általános dolog, ami rólad szól, hanem meg kell nézni, hogy hány olyan ember van, akiről mi egyébként nem tudunk. De akkor azt kell kezelni. Tessék? Azt kell kezelni, hogy ezek az emberek miért jutottak oda, nem egy alternatívát kell nekik adniuk, vagy adni egy alternatívát, hogy akkor legyél egy operációs. Honnan tudod, amíg nincsenek gyerekek, mi lenne egy válás után? Hogy nem fordul be, nem vágynál, nem tudom, nagy társaságba, hanem egyszer jó lenne, ha valaki otthon egyébként egy fél órát veled nyugodtan beszélget. És ezt lehet, hogy nem találod meg, csak megtalál egy operációs. Igen, de amiről te beszélsz, egy gyógyszer, csak hogy ezt a gyógyszert ezt nyakra fölveszed, hogy mindenki annak ellenére, hogy nem beteg. Tehát de miért az a baj, Facebook hogy... nem gyógyszer? Dehogy nem. A közösségi oldalak nem gyógyszerek? Sajnos, dehogy nem. De az igen. Internet függőség nem gyógyszer? Gyógyszerként használod közben mérgezed magad? Csak hatalmas nagy csak hatalmas te beszélsz, gyógyszer. Az is egyfajta függőség, tehát hogy már akkor is bekapcsolod a telefonodat, amikor a valójában nem hívott senki, vagy nem akar veled kommunikálni senki. Állandóan azt lesett, hogy mikor jön egy e-mail, mikor jön egy SMS, már válaszolni akarsz a még el sem küldött e-mailre, állandóan bámulod a telefonodat, meg elkezdesz beszélgetni semmit mondott témákról egy nem létező személlyel. Tehát, hogy azért ez betegség, és ez egy nagyon komoly függőség. Tehát, hogyha ez orvosság tud lenni, hogyha te a pszichés problémádra mondjuk ez megoldás, akkor tök jó. De csak megoldás, hogy de a Facebook magukat, megoldás. A Facebook megoldás. Nem megoldás, a menekülés. De közben megoldásként élik meg az emberek. Tehát de az, egy hogy lufi, te, ami bármikor de nem ez a lényeg. Tehát, hogyha te elhiszed magadról, hogy neked valami jó, már pedig a Facebook jó, akkor te nem látsz mögé, hogy ez egy valójában lufi, ami kipukkanhat, hanem elkezded abból összetenni az önértékelésed. Tehát mi történik tulajdonképpen? Te gyógyszerként használsz valamit, amiről a te tudatod nem fogja föl, hogy gyógyszer, csak jól vagy, mert Facebookozol. Azt kéne megnézni, hogy mi van, ha egyik napról a másikra letöröljük a Facebookot, és eltűnik a Facebook. Aha. Ott fog ülni, nyilván nem fog eltűnni. De te nem tudod, hogy csapdát állítasz az önértékelésed miatt, te csak azt gondolod, hogy ma 10 lájkoltak, 6 hozzászóltak, itt vannak a barátaim, jaj, de jó, tök funny minden. Ez a gyógyulás, vagy a gyógyítás, meg a tüneti kezelés közötti különbség. Amikor majd ezek az emberek tényleg valamilyen okból kifolyólag elfordulnak tőled, amikor kiderül, hogy valójában nem barátok, csak éppen bejelöltek téged, hogy aztán te visszajelöld őket, hogy egy ilyen látszat barátságot, egy látszat kapcsolatot fenntartsál, akkor egyik pillanatra a másikra sokkal mélyebbre zuhanhatsz, mint az előtt voltál. Csak nem fog eltűnni a Facebook, tehát nem fogsz mélyre süllyedni. Nem fog eltűnni a Facebook következő 30 évben. Elég csak egy rohadt nagy áramszünet. Hát azért az egy baszott, bocsánat, egy rohadt nagy áramszünet. Hol az a szoftver, ami kisipolja? Minden, én nagyon szeretem az ilyen filmeket, amik kicsit vázolnak egyfajta lehetőséget, amit nem vetsz el egyből, meg nem mondod azt, hogy ez baromság, hülyeség, nem érdekes, nem lesz, hanem megmutat valamit az emberi jellemből, hogy merre tartunk, hogy a technika majd hol hagyja le már azt a fajta fejlődési ritmust, amit az emberi agy még fel tud fogni. Hát pont a Bertalan is mondta, hogy egy doki mondjuk 50 publikációt tart fejben. Lesznek olyan programok, amik letöltik a te adataidat, és egy pillanat alatt egy IBM számítógép átnéz 250 millió cikket, hogy megtalálja neked a legjobb gyógymódot. 250 oldal. Millió cikket, persze. Na, ez a jó oldal, de hát ez nem idegerít, hanem ez nem, információ. Ez nyilván nem. Na mindegy. Jól van, Petink lebetegedett, képzeljétek el. Ó, szegény. Igen, már jó fenékbe rúgom, mert sokat beteg, de most igen. Nagyon sajnálom, hogy beteg. Nagyon-nagyon gyenge mostanában az immunrendszer. 3 hetet bestopot adunk, gyerekek. Így van. Sok-sok C-vitamin, Peti. Az biztos segítene rajta. Valamit csináljunk erre, 3 hetente best-of-ot adunk. Vannak jó best-of-jaink, meg ezzel nincs baj, de nem lehet, hogy a Hajdú Peti fizeti már, hogy mert ugye frizbizik is, hogy közben nálunk már legyen beteg? Nem lehet, hogy egy ilyen legyél beteg a Bacsiéknál, nyomd el hozzánk az új számokat, mert a frizbi meg ott van. A régi öregeknek tudták, hogy ha valaki beteg volt, akkor diétára volt szüksége, rántott levesre, stb. Vonjuk meg tőle a kalóriás táplálékokat, szerintem ne fizesnek egy ideig, akkor szerintem felgyógyul. Gyerekek, viszik el a rovatainkat. Hát Tibire rácsapott a TV2, ugye most már egy éve fix arca lett, Petit elvitte a TV2, hát most már lassan te is föltűnsz majd a TV2, az én föld, engem. Elvisz a tévéket. A saját műsoromból rabolnak el egy elemet, igen. Figyelj, hogyha a nevelőegyesületek kapnak egyébként a nevelésért pénzt, akkor nekünk is kellene abból a pénzből kapnunk. Hogyha kitermel különböző arcokat, meg különböző jelenségeket a Morning Show, ha később ezeket leigazolja, ezeket az arcokat mondjuk a TV2, akkor a TV2 fizessen nekünk, mint nevelőegyesületnek.
Így van, hát kapjunk. Kapjunk pénzt a Peti után. Átigazoló pénz. Pontos, nem. A nevelőegyesületnek jár konkrétan a játékos után most már. Így van, mi felneveltük. Így van. A saját tehetségéből persze. Így van. Szerintem nem lett, de tehetségesebb. A drága Petinek jobbulást kívánunk. Így van. Átküldött ő nekünk egy-két dalt, amit szerinte szerettek. Nyilván ez így is van. Az újakat... Nem, most komolyan mondom, hogy a hallgatók nagyon kedvelték. Ez például a Győzike Hófehérke dala. Odaadod a telefonodat egy pillanatra? Mert Balázsi lemerült, és ezért nem tud beszélgetni a nőve. Odaadod a telefonodat? Várjál, lemerültem. Próbáld meg ezzel. Én tollakat dobok a vezérlő másik oldalára, hogy a Viki vegyen már észre, mert a Peti elküldte, mert most azt mondja, Győzike dal, de hogy ezt mire írta a Peti? Ja, itt van előttem. Jó, most ez miért kell mindenbe belekötni? Nem értelek azért, mert itt van előttem a papíron, érted? Hát most miért kell 19. század van, mikor van okos telcsét? Tényleg bejössz és belém kötsz, hogy itt van előttem? Hát egy fának a rostjaiból, miközben itt van az iPhone 5. Lehet ebből műsor csinálni? Miért nem a lemerült telefonomra küldöd el, tényleg? Szóval, mi van ezzel? Győzik egy gyerekeknek akart mesét rappelni, a Hófehérke és a Hét Törpe Győzike módra, vagyis Győzike elmesélte egykor a Hófehérke gyerekeknek, és ezt a Peti megénekelte valószínű, ugye? Ez volt, tehát Győzikésen, hogy szól a Hófehérke és a Hét Törpe egy szösszenet a régmúltból, mint Best of Polgár Petitől. Volt egyszer egy gonosz gácsi, a tükörbe szokott rovázni, ki a legsukára blufnya, de a tükör nagyon unja. Fajn vagy, te mondom csajó, de Hófehérke nagyon baró, ugyan rákegyen ki téged, csábat lufnya, neked véged. Benga vadász nyakon fogta, az erdőbe jó kidobta, a gácsi ezt meg nem ússza, majd a farkas meghalózza. Tikmán csaje, itt egy putri, becsábelé csak nem lutri, a gácsi ezt még nem csanázza, hogy ez hét kis csávó. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a hófehér bulát. Ha bennem élsz, ha szívem is ég, hadd legyek újra, még újra tiéd. Kihalózott a tányéromból, kiszlopált a poharamból, kialudt az ágyikomba, kikulázott a retyóba. Tikmán more, ott egy gácsi, nincs ám ingyé szállás ácsi. Fajn kaját kerász nekünk, amíg mi bányába megyünk. Ott is maradt ő egy maga, arra csalt a csuvás banya. Baró álma, Tikmán csaje, megörült a sápad feje. Behalózta mind az almát, rögtön feldobta a talpát. A hét csávó, amint végez, menne kopusul egy Győzike. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a hófehér bulát. Ha bennem élsz, a szívem is ég, hadd legyek újra, még újra tiéd. Arra csalt a király csávó, ez a csaje nagyon lácsó, száját rögtön lecsárázta, a csaje magát jó megrázta. A király fiúl hátba vágta, a mérges almát kicsulázta, nem murdelt meg, csak szovázik, megfingatom a vingácsit. Rögtön oltán elé álltak, a győziék bazsebáltak, volt mulatság baróféle, itt a vége Jajel véle. Peti! Na, az ilyenek miatt nyújta le a hajdú. Igen, ez Peti fénykorából, ez nagyon, nagyon jó volt, igen. Oké, írt egy dalt a Berkiről is, a Berki jelenségről, hogy kerül a bulvárba a Berki Krisztián, ugye? Hát ezt nyilván már sokan föltették saját maguknak ezt a kérdést, de ügyesen menedzseli magát, mindenhol ott van, műsorokat építenek rá, tehát bulvár szereplő lett így éveken belül. Ó, nem is láttad a heréjét a Berkinek, mert külföldön voltál. Hát úgy érzem, már az elmondásod alapján sokat vesztettem. Tehát ezzel is történelmet ért, azért bizonyán. Mi itt foglalkoztunk vele bőven a műsorban. Erre. Mi foglalkoztunk vele először, és utána átvette gyakorlatilag az írott, és Berki az elektronikus sajtó egyre. Kivasaltatta a heréjét, úgyhogy sajnos lekéstél, ő kivasaltatta, és premier plánba így mutatott. Bizony. Ilyen cuki heréjét. Nem volt kibőrözve. Na, meghallgatjuk Peti régebben, mit énekelt Berki Krisztiánról. A kis padon sokat ültél, de ott is kikészültél. Ez a Berki nem a tornász, és nem kell neki a fodrász. NB1-ben nem játszott sokat, de sorra kapta a gólokat. Volt kapus, aztán vezér, de vajon mit tett ezért? Hogy került képbe, senki se tudja.
jófele állt a rúdja. Jött a zsóf és bele a sarka, és már is címlapon az arca. A Pamelának te lettél Bobby, és a celebkedés a hobbi. De honnan szedted a lédet, amiből ilyen édes az élet? Azt hiszi igazi férfi, ki a nők nyelvét érti. De csak addig kell a nyelve, amíg nincs lenyelve. Az, hogy sielni ment a szülés helyett, és a Zsófi tetkó nagyon betett. Nézd ezt a Vin Diesel fejet, de inkább gáz a dízel helyett. Szenzek, hogy milyen gazdag, a csajok dőlnek a tagnak. Kell a több milliós óra, ha nem tetszik, gyere ki a hóra. KP-t eltüntető bűvész, vagy csak életművész. Aki más mond, az téved. Mondd, honnan szedted a lédet? 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 Peti! És egy nagy klasszikus a végére, ami régen volt, sokat adtuk, de nagyon szeretik, talán az egyik legnépszerűbb dala, amikor a település neveket összefűz, ami Drága Peting, vagy összefűzött, és ebből csinált egy dalt, elindul valahonnan, és csak is kizárólag a település neveken keresztül ér oda valahova. Ugye? Hát ez Peti egyik legnagyobb klasszikusa, úgyhogy az eheti Peti hetest ezzel zárjuk. Ezelőtt étről indultam, Bugyin át Sáriba jutottam. Tökön egy kicsit megpihentünk, Magyarót után Herédre mentünk. Na mi jön most, talált ki, előttünk pornó a páti. A lánycsók után jött a nyalka, siklós, heves, csurgó ajka, és hövelybe majdnem bejutva, hirtelen vadta állt az útba. Majd rum egy kis életet ver beléd, makkos hogyka majd ver beléd. Éreztem, hogy ő is akarta, de ondódon a szemét eltakarta. Mérgesen pár napig laktam, este sátán tüzet raktam. Jó volt a babodi vacsora este, holnap vár rám majd szeleste. De ha nem vigyázok, és jön egy baki, egy másik út vár a Hernád kaki. Na 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 na. Dráva szerda helyen alpolgármester lettem, pince helyen egy bort csapodra vertem. Alsó vadászon egy jót egyek, galambok, szarvas és nyúlhegyek. És úgy felráznak a kátyús utak, hogy fekete erdőn csurgó húgyag. Jó volna egy csaják, de főleg bacski, a neten pár leány vár és randi. Egy nőt nincs már, ha számomat kérte, szexád lesz, ha megyek érte. Tetétlen csak a dumát lököd, közben itt van Csécse és Öcsöd. Tessék itt egy virágcsokor, nekem jó lesz nagy szénás vagy bokor. De van egy kis baja, ez a gondja, fertőtt folyás ragálygomba. Jött a tököl, majd a kókad, inkább Verőcére utazom holnap. De írt egy szőke nagy csícsmára, bujákon vár pásztori órára. De útközben egy hívást kaptam, Erzsinek hívják és elmúlt 60. Nem baj, úgyis elindultam már, de Erzsi
Erzsébet helyett Béla vár. És ha valaki a szerző nevét kérdezi, két hely Polgár és Péteri. Na 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 na. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan. 2 perc múlva. Mit vicsorogsz? Kijött az aranyereg? Igen. Ah, igen. Ja, és jól jön egy tégő repor. Tudod, hogy nekem is kijött a szülés. Nekem is kijött a szülés után. Tegnap reggel szültem egyet. Azóta húzom magam után. Na jó. Na jó van. Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Ez az orvosos történet. Ez a, izgi volt, nem? Hova fejlődik a világ? Atya úristen. Az elköszönő mondata volt a legizgalmasabb, hogy most még mi agyilag tudjuk tartani a lépést, de lesz egy olyan, amikor meghalad minket és elsöpri magát az emberiséget, a sokkal okosabb szerkentjük meg számítógépek. Tehát amikor majd lehagy minket a fejlődés, az lesz az izgalmas. Erről énekelt a Halloween, nem? A Future World című dalban. Ah, igen. Igen. Érdekes, érdekes világ lesz 50 év múlva. De hát hol lesztek már akkor? Majd elmesélem. 50 év múlva. Hát 20 év múlva meg fogják hosszabbítani az életünket pont ezekkel a technológiákkal. Érted, mi leszünk a legfiatalosabb nagypapák? Én mindig a barátod voltam, ne felejts. Jó, kapsz tőlem egy jobb szemet, na. Kapsz tőlem egy jobb fület majd. Na, mi van még? Hívjuk a naphallgatóját, jó? Van még egy-két dolog. Aztán szép lassan búcsúzunk, és már most minden nőnek boldog nőnapot kívánunk. Boldogabb napra. Drága női hallgatónk. Ez egy ilyen kollektív felköszönés, minden drága női hallgatónknak. Boldog nőnapot. Magamat kívánnám mindannyiótoknak, de én már el vagyok kötelezve sajnos. Illetve. Morning show. Az bizony, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Hát ritkán választunk olyat, aki közlekedési SMS-t küld, de ezt olyan szépen mondtad, annyi kreativitás volt benne, és élmény volt olvasni, tényleg nagyon klassz. Azt írtad nekünk, a Budakeszi úton kékruhások adománygyűjtést végeznek az éhező költségvetésnek. Sokféleképpen lehet Trafipaxot jelenteni, de ez nagyon, nagyon szép volt, István. Én naphallgatója lettem. Hol hallgatsz minket? Pesten? Helyileg Budakeszi. Budakeszin. Na, mit csinálsz éppen? Most jelenleg hazajöttem, befejeztem már a munkát. Ó, hogy már 10 órakor otthon vagy, mit csinálsz? Hát mert a párommal közösen van egy takarító vállalkozásunk, és ezt ketten csináljuk most egyelőre. És pénteken kicsit előbb lefűztél. Így van. Ez jó. 10 órakor abba adni a munkát pénteken, az jó. István, köszi, hogy minket hallgatsz, egy nagyon szép ajándékcsomagot kapsz, sok-sok szépséggel benne. Jó? Én is köszönöm szépen. Köszi, szép szépen. Neked is, ciao, hello, hello. Mi a receptünk? 2 is van. Érted? 2 ne csináld, nőnap alkalmából oda pirítottál? Hát így van, és az egyik krémleves, mert a nők azt szokták szeretni. Az jó. Kukorica krémleves, azt nem biztos, hogy mindig szokták szeretni, de majd most megszeretik, mert egy kis csili van benne. Jó az. Azt ki lehet hagyni a gyerekkel, vagy gyereknek csinálod, ez az egyik. A másiknak meg az a neve, hogy másnapos kenyér. Hmm. Jó, mi? Jó, jó hangzik. De nem az a másnapos, aki majd csinálja, vagy aki megeszi, hanem a kenyér maga másnapos. Nem, anyám mindig azt mondta meg a nagyanyám, nem dobjuk ki a kenyeret, tudod, az izé kincs, és tényleg nem dobjuk ki. Jó lesz a disznónak. Annak is jó lesz, meg mondjuk nekem is jó. A részek disznónak másnap. Ez egy ilyen száraz kenyér alapon készült egy tál étel. Kis hússal, paradicsommal, sajtal, isteni. Hmm. Jó, ez jónak tűnik. Van, fönt van a Facebookon most már mind a kettő. Ugye, Viki? Nem hagysz el úgy bennünket hétvégén, hogy nem teszed fel. Lehet, hogy Viki lefőzi ezt a menüt hétvégén. Teljes, hozzá belőle. Hogy tudok másnap programot szervezni, nem? Igen. Látod, már meg is van a pénz, a Viki vasárnapi programnak, ugye? És még ott a szombat. De az a jó, hogy hagytál neki kiskaput, mert azt mondtad, hogy lehet. Igen. Csabi kamera, megzene így lesznek? De még először azt, ha mi van, hópárdot születik? Nézem a Janinak. Jaj, de aranyos vagy, hogy mondtad, igen, ajánlani szerettem volna hétvégére egy nagyon jó kis lehetőséget azoknak, akik szeretnek a természetbe járni és túrázni, mert hogy március 8-án 9 órától lesz egy túra, amit a Hópárduc alapítvány szervez. Ez az alapítvány viszi tovább Erős Zsolt szellemiségét és életszemléletét, és hogyha valakit esetleg érdekel ez a dolog, reméljük, hogy nagyon sokakat, az ilyen látogasson fel Erős Zsolt Facebook oldalára, ott megtalál minden információt ezzel kapcsolatban. Azt hittem, hogy valóban Hópárduc születik, mert a Szegedi Vadasparkban vannak Hópárducok, csak mondom nektek. Nem. Hoppá. De köszönöm. És képzeljétek el, ha már a nőnap szóba került, itt a kívánság műsorban már most elindítjuk a nőnapot. Duplázunk. Csabi. Csabi.
igazi férfi. Képzeljétek el, hogy eredeti Swarovski kristályjal díszített ezüst ékszerösszeállítást adhatnak a férfiak a nőknek. Az viszont menő. Na, ez ráadásul, ugye ez a Klassz FM színeiben pompázik a smukkékszer felajánlásából. Klassz. És ezt óránként kettőt odaadunk egy hölgynek. Az a feladat, hogy a férfi klassz hallgató társaim nevezzék be a nőket. Tehát Jani azt írja, hogy Mónikának szeretném megköszönni, hogy ma sem tett csülköt a bablevesbe. És akkor még felhívjuk az Mónikát. Az év 365 napján meg tudnám ezt köszönni. És hogyha ilyen hasonló SMS-ek jönnek, azokból sorsolunk óránként, és persze folytatódik az új Nissan Qashqai kvíz, és tehát ma lesz majd a földi sorsolás, amikor kiderül, hogy ki az a szerencsés, aki egy hétre majd birtokolhatja ezt a Qashqai. Jaruzelszki kristályokkal? De valaki kérdezi még, hogy tegnap Feri mit kapott a büfébe felfüggesztve, egy 1000 forintos számlát hagytam. Így van, pontosan ezt kimentem, hogy átvegyem az ajit, mondta a kislány, aki itt dolgozik nálunk, hogy hagyott a Bani nagy szeretettel átadja, egy ezresse jött. De borra valót adtál? A felfüggesztett kávékról beszélgetünk, Feri, majd mit hagyott itt a Bani? Majd egy szép számlát 1000 forintról, de a Feri úriember volt kifizette. Ez volt az én felfüggesztett ajándékom neked. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek, hétfőn érkezünk. Szevasztok! Ciao, ciao.